Távesz Baktáló, szép testvérem, szevasztok, szevasz Tipkó barátom, tiszteletem, hogy vagy, mi újság? Szia Fannika, kis kezedet csókolom. Hogy vagytok, mi újság? Elkezdtem át, keci véletlen az egyik ruhámat, a legjobb ruhámat elbaszt. Már pénzem sincsen. Mindegy, jó lesz ez. Pont ilyen báros ruha. Suthatunk a halálfaszára, mondjuk itt van szerencsére a szelelőtelepünk. Ezek az NPC geci, állok a főpublik mellett, mennék át az ebrán, azt úgy elbasztok, hogy bele is döglöttem. Szevasz testvérem, hogy vagy? Hopp. Mámba rendezünk egy igazi cigánybált, most már tequila lába, remélem be is tudok menni. Mindjárt teszteljük a srácokkal a helyet. A legkomolyabb hely. Na bazd. Tiszteletem. Szia Juni, merre vagy? Most futok a szerelőtelepre. Jó, majd gyere már, értem, izé, főt krumplihoz. Mi van? Vagy én is akkor futok szelf. Főt krumpli, az a, az ja, a főpublika. Jó, mindjárt megyek. De várja hát már. Jó. Hogy a faszomba menjek oda? Hát nekem nincs is itt kocsim. Hát gyere már, te értem. Az baj, akkor. Jó, akkor futok én is. Jó, leteszlek meg, geci drága, az izé, telefonszámla. Mi van olyan? Ne basszál már fő, hát nekem nincsen pénzem ilyenekre, a Telekom már megint kiveszi alólam a házat. Szerintem fasz a V2. Most így hirtelen, nem tudom, hogy gondolkozok valami izé negatívumon. De nem tudom, most igazából vannak benne olyan dolgok, amiket meg kell szokni, például az, hogy lából lőnek, vagy elütnek lelesen nagyobbat, akkor eltörik mondjuk a lábad, vagy a kezed, akkor belassulsz. Azt akkor érted, akkor rassabb a karakter. Ezt meg kell szokni, mindenkinek új dolog. Többet kell foglalkozni ugye mindennel, mondjuk, hogy fegyvert szerezzél, vagy pénzed legyen, de amúgy ez egy jó dolog. Majd bepótoljuk Fanni. Tavesz bak... Csókolom. Csókolom uram, jó napot kívánok. Hova megyünk? Ez egy plat autó, csak nem megy sehogy. Ez egy egyórás autó. Ez egy plat autó, fiam. Nem, ez egy egyórás. Rocket 900 plat. Mi ez a Rocket? Aha. Ez a szutyok. Ez. Uha. 16 pistolás. Aha, szia. Illegál, még nem tudom, mert eddig... Hát egy napot voltam fönt, ugye akkor inkább a szerelő résszel foglalkoztunk. Már ma kezdjük el inkább a illegált. Meghúzott a trafik 4000-rel. Na. Mi vagyunk munkanélküliek? Nem tudom. Ja, menjünk el, izé, lehet, hogy úgy működik, el kell mennünk, azt a kurva fiam, mit csinálsz, már megint tombolsz. Jézusom. Jaj, ne. Vigyél el a foglalt? Köszi. Az fizetősám. Hát igen, a taxióra, már 3000-nél tartunk. Jó, van igen. Nálam 2 forint. Hát akkor azok... nem megyünk. Hello. More, abból éjjel halni se tudunk. Nem úgy tényleg. Nem, putain meg. Abból még a víz se jön ki, bazd meg a valóka. Jó van, te úgyse szoktál fürödni. Egy tehát telefon 25 000. Ki mondta, hogy fürödni akarunk? Amúgy. Apád. Amúgy meg az ne beszéljen nekünk itt a vízről, aki belefulladt. Ki fulladt bele a vízbe? Annyit ittál, bazd meg, hogy meghaltál. Az, de mozé volt. Várjatok meg, zsiványok. Ja, a rádióra főkérem. 1-2-3. Miért vagyok munkanélkülnék a szennyűfél? Szerintem be kell, mindjárt teszteljük ezt, mert eddig csak a szerelőt néztem. Jaj, az is itt van. Jaj, majd szia! Hallod, fiam? Mondjad.
van ez a fejben ilyen dashboard, amivel rádiózok ugyanazon a gombon van, azt nem lehet kikapcsolni ezt a fost? Mi? Hát át tud rakni bent fejedbe a settings, five nem settings a rádiózást? Key bindings, aha. De nem, de azt nem akarom, ezt a szart akarom eltüntetni inkább. Azt nem tudom. Mindjárt megnézem. Kis kezedet csókolom, Daisy. Van ez a gecit, a tabon van ugye a rádióbeszéd, meg a tabbal előhozok egy ilyen geci dashboardot, de valahogy ki kéne kapcsolom. Ez előjön ez a szutyok. Valahogy csak ki lehet kapcsolni. Fegyverfogás. Ezt amúgy mindenkinek ajánlom, hogy a HUD mozgását ezt kapcsoljátok ki, mert nem a legélvezetesebb dolog, itt elmozdulnak a HUDok, hogyha mentek kocsival vagy valami. Ezek szerint nem nagyon lehet kikapcsolni. Hogy mi történt? Nem tudom. Igazából én már benn voltam a telepen ezelőtt. Mi újságban veled, Daisy, hogy vagy? Mi történt? Igen, nálam álltunk egy helybe, cigi szünetet tartottunk. Ja? Mert mindjárt szétszakad az agyam. Sziasztok! Szia! Most a neten ment el, vagy a szerver állt le? A kettő egybe is amúgy megoldható. Szóval nem zárják ki egymást, az opciók. Lehet ez a rendszergazda. Lehet a rendszergazda kihúzta az áramot. Na, hát akkor pihent ki magad és kitartást a munkához, Daisy. Velem minden rendben van, köszi szépen. Hát kifagyott a szerver, igen, ha minden igaz, mert nálam is gatya. Mondom, ez a rendszergazda nem tudja, mit hova dugdos. Nem fagyott ki, vagy nem tudom, most hallottam a Bálintot. Szevasz, Detox testvérem, újság, hogy vagy? Hát mondom, a szervergazda az meg dugogatja a kábeleket össze-vissza. Hello, hello, ez mi a fasz? Ja, én vagyok. Vettem észre, nem is arra mondtam. Ennyi munkás embert. Mi van, a kutyáim indultunk, látom. Hát nem indultunk, elraboltak. Dezsővel mi történt? Dezső eltűnt, nem bírta földolgozni. Már nincs kár menü. Kuruc. Várj, intézem. Elhúzom a kocsit. Fogalmam sincs, de szerintem már nem lehet, mert az egy elég jó autó a B800. Annak jó a handlingje, minden. Az a lényeg, de tök jó vagy, fasza. Örülök neki. Még megint lehet? Nem tudom, nekem most megy. Vagy nem tudom, az inventory is. Hát most már nem. Ne baszki. Szerintem a rendszergazda itt telibe húgyozta a gépet. Ezt is intézte a kedvenc rendszergazdánk. Chris, itt vagy? Én hallok, szia! 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 Légy üdvözölve! Kutyák, nem bírok beszállni. Tegyél már le minket a kampóba! Dick, mi a fasz? Mit csinálsz? Krips, na, itt vagyok, csak levettem a live-on a hangot. Szerintem Krisznek ennyi volt. Menjünk, Juni! Hallod, hagyj vezessek kicsit? Hagyj vezessek!
Mert most... Gyere. Megszeretnék. Ne, leszakadt az ajtó, mindegy, majd eskü megszerelem, szájba, gyere. Tehát ott rohad el. Dolgokat megyünk megbeszélni, jó? Kicskét oldalra húz, mi a gecit csináltatok ezzel? Na, nem tudom, milyen az ORFK, hát azt hallottam, ugye most több benne a munka, mindent el kell dolgozni, ugye? Halló, Juni. Sokat kell nekik most vele foglalkozni. Tessék, mondjad. Na, hát hogy kell izélni, bányászni kell mit? A fegyó? Hát hát ugye bányásznunk kell, hogy legyen vasunk. Igen, jó, és azt hogy? Műanyagot gondolom kukázni kell, vagy nem hát, tudom. Várjál, bátya, nekem ilyenem van, hogy precíziós cső, az nem kell? Pedig a videón nem nézed, vagy hát nem tűnt olyan nehéznek az oktató videón. Dik 1-es az ID-n most nézem, a legjobb vagyok. Halló, Juni? Itt vagyok. Jó, csak beszélj, mit kell. Hát jó van, csak máshol beszéltem. Várjál, mert húzogatnak Discordon, geci. Beszélj már normálisan. Skype-on. Na, annyiát húzogassa. Na, igen. Na, hol tartottunk? Mi volt a kérdés? Hát úgy, hogy van vas. Hogy kell bányászni? Ja, hát gondolom kell egy csákány. És ezt hol kell venni? Fegyver volt, be gondolom, eddig ott lehetett venni. Hát igen, én is arra gondoltam. Hát ja, a reflexibások azok ilyenek. Főleg akiknek kitörései vannak, ezt össze-vissza nyomogat. Várjál. Itt van, egy alattunk. Igen. Ja. De utána el kéne mennünk a tequila lába, azt meg kéne néznünk. Mert mi van tequila lába? Hát be kell üzemelni, baszki. Hát geci faszopóztat, kitette oda. Picit, van hozzá talán... valami izé belépési kódom is, mindjárt megnézem. Igen, geci, na már betolatunk, így szépen, ez így jó. Megnézem, pillanat. Na nézzük, aha, mit adnak ingyen. Craft kalapács, baseball ütő, 20 000 jó geci dráka. Akkor nem eszünk, menj egy csákány. Semennyi, nincs csákány. És mi ez a spray? Na, mi az detox, bassz meg, vagy mi? Nem tudom. Na, ilyen kómi van. Fogalmam sincs. Nem tudom, geci. Na. Szia, Tina, drágám, hogy vagy? Ezt az AP-t ezt nem bírom felvenni innen. Persze, meg az RPG-t is. Az is jó lenne, de mindig ennél is megfelel. Na, menjünk a tequila lába. Na, menjünk. Hova futsz? Hát ide a jól behűtött jó, ülésemre. Persze, jó behűtött, meg minden faszom. Hát olyan szellőzés van. Hát, geci. Nézzünk is kihúzza elém, geci, nézd meg, bazd meg. Ilyen ez a pop szakma. Na. Lehet majd egy évbe fogjuk venni a kanyart. Tettél félek én is. Ujjaj, geci. Ajaj. Jó ez. Bazd meg, leszok. Hát kicsit füstel, de... Hát, geci, a pütyő ezt is intézte. Na, megjöttünk. Szép munka. De miért ilyen halk ez a geci? Már főnyomtam a hangját. Mi ez, hogy frakció? Hát el... van a garázs. Aha, egy kocsi sincs. Igen, akkor elvileg ez a bázisunk, ami amúgy nem is ez lenne a bázisunk, de mégis ez a bázisunk. Hallod? Itt valami kurvára el van baszva. Beletört az vagy... Ja jó van, akkor nem az árá van a baj, hanem a szervergéppel. Jó van, bocsánat. Na majdnem szitkozódtam. Így már minden rendben, így már értem. Fölvettem a izének a hangerejét a rádiónak, de mégis olyan geci halk. Ja, érzékeltem, pityes. De most megint jó. Na, nyílik az ajtó, meg zárul. Itt vagyok, tesó. Gyere be, aztán csukd be az ajtót. Csukd be. Nem bírom, várjál. Dehogy, zárva. Na. Mondom. Itt van, jó, most már tudom. Gyere, felújították a bárat. Gyere, itt van fönt egy biliárdasztal, már láttam. Na menjünk, takarodj már vissza, akkor. Anyád, ez működik is? Persze. Hol a dákó? Ott, itt vannak a dákók. Itt a falon. Ja, hogy a falon, geci. Na, adjál egyet. Úgy értem. Ja. Köszi szépen.
Benéztem. Én addig lemegyek, megnézem az új parkettát, mert azt is kicseréltettem. Anyád, ez kaják működik. Na menjünk. De tedd le a dákót. Szarom le. Mindjárt. Ó, geci, ez a fasz még felugrik. Nézd meg az új parkettát. És kocsimat hol vittétek? Merre vagytok? Vettünk új gitárokat. Már tudok is énekelni, hogy I am... Merre vagytok? Mondd már be rádió, vagy a kurva anyját. Kurva anyád. Köszönöm. Merre vagytok? Gyere le. Hallod, szeretném. Sajnálom, hogy elvitt a crash-ba. Ezt is tudom nyitni? Ezt figyelj, gyere csak. Főbú. Azt még meg kell oldanunk, de gyere csak ide. Ide a Bálint, sziasztok rá. Köszöntelek a kéglakba. Ez mi a faszom? Szét fogok baszni mindenkit. Ő, hát igen. Ez mi? Ő a barátom, a testvérem. Na, akkor erre se jövök. Fekete Dág. Nem, fekete... Istenem. Rasszistább név nem volt. Hát ezt adta a sors. Istenem. Ez pedig itt a ring. Na boxoljunk, faszok. Na, hogy nem ment. Ez így sincs izém. A faszt eltörjük a kezed. Fú, tehát olyan boxmeccseket fogunk... Olyan boxmeccseket fogunk itt tartani, hát ugyanott kellett volna, ahol fővetted. Jó, van, majd megyünk kifele akkor. Nézd meg, ott vannak a nagy punci tigrisek. Azt tudom, már itt milyen szinkronba bazd. Jó, jó, van, jó vagy bazd meg. Persze, jó vagyok. Itt lehet valamit, nem azt hittem. Hát azt hiszem fönt lehet. Ennyire jó hallgatni, hogy enemy down, bazd meg, ez folyamatosan mindig kell esik valaki. Ott van egy ablakot, át lehet látni, vagy mi a fasz? Hol? Itt, azt a kurva. Anyád, aha. Nézd meg itt. Ez, jó, ez a VIP helység, ez itt a főnöki rész, köszönöm. Na, a laptopot el is lopom, köszi. Na, ne lopkodj, itt én a szájba verlek. Csini, te mi a faszomat néztél? Hát, igen, akartam menni repülő, ilyen nagy ugrásokra, képzeld, ejtőernyős ugrásokat akartam tandembe. El akartam vinni oda pár... Juni, ez egy csoki szeletről szól, bazd meg. Ez nem egy tűernyűről. De nézzél már oda, hogy a Pali hol a faszomba van. Jó, de ugrik ki ez a faszomba. Jó, igen. Azért, mert a Snickers támogatta. Érted? Fővettem a nagy támogatást. Az... Merre vagytok, az Pityu? Te vagy amúgy a hány? Mondd meg, hogy a tequila lám. Pityu vagyok. De Geci, miért neked nincs rádió? De csak Geci előhozza ezt a dashboard faszomot a fejemmel. Mindjárt megyek, csak megtankolom ezt a kotlát. Neked is a tabon van, nem a fejedben. Geci. A rádió, nem? Szóval most ezzel elvisz az összeg pénzzel megütök valakit. Igen. Geci tabra, bazd meg. Nekem azonban. Nem, a tab az azért nem jó, Geci, mert mással, hogyha mást izélünk, akkor Geci, én tabot fogom nyomogatni, hogy beszéljek, hogy valami ilyesmi. Aha. Szerintem fasza lett. Hát a kaják nem lett, Geci, jár. Többi ajtó zárva. Hol? Micsoda? Pedig elvileg ezt is lehet itt, meg mit kérdeztél? Milyen geci ez a nagy J betű, Joker? Hát vagy? Joker, bassz meg. Aha, tehát Joker, jó. Igen. Jó. 30 pislogás, srácok, tele vagy. Semmi baj, ami nekem... Szerintem megint... Mi a faszom van, geci, húgyozza a szervergépet a rendszergazda körbe? Addig, hát mondjuk edni se tudok. Na mindegy, nagyon fasza lett az új mappolása a helynek, kurvára adom. Mindjárt olyan cigány bátran teszünk, hogy á. Már ha a szerver rendesen fog menni. Ja, érzékeltem. Szerintem lehugyozták a szervergépet. Jó, hogy mikor jössz? Jövök, na, most már $400 fizettem, bazeg, egy szoros tankolásért. Anyád! Mi a? Mennyit fizetett? 800-at? Hát, ja, 4800. Az még olcsó. Hallod, már... Azt nem is telerakta, geci! A kurva anyját! Remélem, rossz üzemanyagot tankol. Ugye jó üzemanyagot tankoltál. Mi, több is van? Jó tankoltam. De nem az, hogy... Nem az, hanem, hogy ő kérdezte volna. Hát én tudom, ha én már fölrobbantottam egyszer tankot. Semmi baj. De várjál már. Mit jutti, már erre vagytok? És ide milyen autóink vannak? Mindig tekilöm. Honnan a gecibőt ugye ember? Hát ezt gondolom nem bírom lerakni.
Ugye mondta, ahol előző vár. Itt csak frakció járműket, hát semmi. De akkor hiába... Menjünk telepre, Kuruc, mennyi telep, mert geci itt izé szereldi kell. De hallod, akkor hiába mondja, hogy munkanélküli vagy, ugye ott írja homba. Mi akkor izések vagyunk. Igen, tudok nyitni, meg hát, tehát, ha tudjuk nyitni, akkor már benne vagyunk. Bocs, szóval. Nem lát. Micsoda? Nem direkt. Mondjad? Mondom, hogy ha tudod nyitni, akkor már mafiás vagy, érted? Hát igen, ja, mert most mafiák vagyunk. Igen. Ja, geci. Az első út, ezt eltobom, lefoglalt, ha ja, tényleg meg lett beszélve, hogy váltunk, na minden. Tudom, de én erre szoktam menni. Kuruc, ez kihez beszél rádiunk? Nem tudom, senki nem válaszol neki soha. Tényleg nem. Hát így csak ki magába beszél. Csak a szoki. Na, Juli, az a pénz, amit adtam, az ugye már kamat. Mi a faszodat? Hirdettem, mert senki nincs amúgy a telepen. Szia. Én vagyok, szia. Vagy jó. Megkaptuk az ATM-et? Hú, paca minden. Hát hol kéne lennie? Nem tudom. Elvileg tegnap óta csinálják. Igen, mi a fasz? Itt van. Nem, ez geci nem. Az egy várja. Kút. Jó van, Sherlock. Hát nincsen még. Ez ki? Az a Chris. Tényleg ő izé. Bambolyolja most a izét. Nem rossz ruha amúgy. Hát tényleg nem. Hát itt sem. Várjál már. Ez a Chris, igen. Hagyj vegyek már. Nagyon. De nem tudtál volna valami olyan sapkát venni, ami nem szúrja át a hajad? Nem. Már nincs olyan. De akkor menjél fodrászhoz. Veszek majd egy kis füzet. Baszták a dezsők. Őzem fut a dezső, annyit látok el. Nekem miért egy ismeretlen fasz? Nincsen víz ebbe a szarba? Ki a faszom ilyen ez volt? Küldesz mizét? Vagy adjak én? Szerintem megint lehet a szerverja. Ez így érdekes gameplay. Az a baj, hogy egy cigánybát megrendezni, ahhoz stabilnak kell lenni a szervernek, mert ott összegyűlünk azért jó páran. Azért ez nem így működik. Elvileg van DJ pult is valahogy. Mindjárt utána olvasok addig, ameddig most úgyis itten kifegy az egész. Elolvasom az update szekciót. De most meg hallom ezt a szart, eddig nem volt oda nekem. Szóval elolvasom az update-et, hogy hogy működik a DJ pult. Ez meg dudál, mint valami agyhalott. DJ pult. Elvileg a klubban ott van egy DJ pult, ugye bemappolva. Akkor én csak, aha, most dobott le a szerver. Na szóval, oda megyek a DJ pulthoz, azt úgy, mint egy boomboxot, az R betűvel tudom kezelni, azt abba tudok berakni izé bármilyen zenét YouTube-ról. Ez egy jó dolog. Csak akkor annyi, hogy a játékbeli zenét azt le kell vegyem. Ugye van alapzene abba a szarba. Ja, én is. Azt akkor lehet baszatni a cigány musikákat. Melegeket fenntartja a szerver, hogy ne fagyjon le. Hát most már csak csinálnak vele valamit. Lehet ez a rendszer gazda, baszki. Nem tudom. 10 megásat kötötte, nem a 10 gigásat. S. Ez a mi telepünk.
Tényleg amúgy már magyarban van a szerver, nem? Nem is németbe. Na most itt írta izé beszélgetőbe a Gergő srác, hogy izé, hogy mióta van magyarban a szerver, de amúgy kajak, már írták is fel amikor, hogy átkerül magyarba. Hát baszki. Ők is közre működők, mert előbb is elindultunk a rohabótba, még jó annó, azt már egyből jött a villogó. Rendőrség nagy közreműködője ennek a streamnek. Szerencsére az izét nem kérték el, a forgalmi volt. Gyere, Dév, gyere! Csak nehogy megboruljál motorra megint. Collár Richard. Mi folyik így gyöngyösen? Van vizetek kölcsön. Nehogy lefogy, ja, szereld már meg, mit foglalod le? Hát ez miből? Hát vigyél egy bankba. Amúgy víz kéne. Na jöjj be, és akkor megyünk. Szia! Van még egy kis pénzem. Azt mondja, te! Halljátok, kéne venni innit, mert hogy... Ja. Mint a gőmök. Nem, vicceltem az ennyiben. De most miért kell amúgy folyamatosan bántani? Te jó, de felmegyünk szépen. Jó, az elkölcsöt csinál ezt a faszok. Jó, nyugi, miért? Ez jó. Mi? Miért adogsz? Hova futtok itt az áti? Leveszük a napi minimumot. Mennyi a váltó? Ez a kulcs. Bejelentő. Geci drága. Na adja a pénzt, csoro. Jó lenne. Kapsz egy tízes. Nem tudok kiszállni, mert nem működik. Mi? Na majd most. Tessék. Köszi, elment 10 000 csak kajára. Mi, van kaja? Aha, meg pia is. Na adjál nekünk is. Igazi kell babok? Így nagy croissant. Csak a motort javítsam meg amúgy a kocsim, vagy így mindent? Az ajtó nem kell rá, így könnyebb. Yeah. Hát akkor már kólát veszek meg, eszi alkollal, nincs jó múltam. Na mi történt? Ja, tudom. Hát csak nem. Reménykedünk. Hát ha egyszer ellentebb megy, baszki. Remény hal meg utoljára. Hát ez elment. Most csóró leszek. Ezünk egy igazi kakaós csigát, bontatlan. Te mit gezisztel? Aha. Várjam, mert még eszek éppen. Persze. Az akkor megírta, hogy vezetsz, geci. Na let's go. Most amúgy hova kell menni? Szerelőtelep. Hogy megjavíts. Majd kiderül. Nagy évbe fogunk bekanyarodni. Méri meg, mi nem. Mindegy. Ennyi. Csak a csökök. Be kéne állni, mi? Véletlen nyomtam egy képet, geci. Hát akkor... Fúúúú. Hallod? Öld már meg. Dikit püffög. Hát lerobban. Előtt lerobban. Várja. De ne, már vizsgálom. Jó van, már egyszer dolgozok, bazd meg egyszer, akkor is kurva szálltokat. Szerintem engem el akar ütni a Dezső. Mi a baj, Dezső? Már tökre megütöttem, hogy jöttek ezért. Miért? Faszapú. Mert elütöttek négyszer ezért kurva Facebookba. Kicsoda? Valami random gyerek kivette a kocsit, azt átment az agyamon kétszer. Na. Agresszió. Hát baszd fel az Árpád. Megörültem, geci, hogy valami vásárló, hogy valami, azt eredte voltál benne, baszd meg. Amúgy van nem 9 pastuni. Eltörött, nem? Fegyverhez. Hova tegyem? Már a pangok a drága, csak azért.
El ne üssél minket, geci, drágám a kórház. Leave me back. My kocsi. Hi, please. Nálam most tört be a hátsó ablak. My kocsi, please. My kocsi. Csini, neki kéne bányászni. Csak nincs csákány, basz meg. De nem lehet, hogy amikor felveszed a munkát, akkor kapsz. Fel kéne venni. Geci se tudja. Hát vagy egyáltalán hol kell bányászni, gondolom... Hát kint a bányába. Gondolom én. Na, ez humán. Humánt nagyon jól megtaláltam. Nincsen ott amúgy semmi jelölés, én is ezt nézem. Nincsen kiírva amúgy egy izé. Hát menjünk el a munkaügyibe, azt nézzük meg a munkánál, hogy benne valami leírása. Jó. Hát ha egyáltalán a bányászt fel lehet csak úgy. Visszamegyek a rádióra, azt elfelejtettem. Na, én is mindegy, majd felmegyek egyszer. Tavén baktali murasavó. Tisztelet a cigányoknak. Aha, gyere Juni, ez izé. Ennyi. Le van írva, elvállalom. Sikeres, hogy geci jó vagyok. Aha. Aha, és már egy bilézé. Na menjünk csak. Rendben, köszönjük. Köszönjük. Szép a gondolat. Eltölt a lábam, faszopó, azt 10 000-et. Ezeket a buzikat meg ott... Geci, ezek meg otthon írtják egymást. Mert? Krisznek most tört el a lába. Már benyomom a rádió egyet, csak nem copyrightos. Te hát elolvastad amit, hogy mit kell? Nem. Hát megyünk, azt csináljuk. Menj, csak... Na, hát benyomtam a retro rádiót. Megbaszott ez a szűz, geci. Hát gondolom, oda megyünk, és csak adja magától, hogy mit kell csinálni. Hát mert annyi volt, hogy ezt köveket kell bányásznod. Meg aztán elolvastam, de csak odáig, hogy el kell menni az izé kijelöléshez. Régen még a horgászat adott nagyon sok izét, fegyveralkatrészt. Ez nem tudom, hogy most működne. Mert ezt nagyon szerettem. Amúgy nálam van valami ravasz. Valamilyen ravasz nálam is van. Te nagyon ravasz vagy. Anyád, milyen féktávja van? Jézusom! Jaj, a fejem. Geci, mi ez a féktáv, bassz meg, mint egy vonatnak. Attól fél. De tényleg, geci, hát nyomtam végig a féket. Jó, mondjuk kéz itt nem, de mindegy. Jaj, anyád. Ó, van nálak, de kifizetem kártyáról. Érezd a törődést. Kipróbáljuk ezt a bányászatot. Hallod, Juni? Tessék. Juni. Hallod, geci, ezt a Dezsővel csinálj már valamit, mert elütött, geci, ezt eldört lába. Már meg egyfolytában le. Itt sírnak a rádió, mure. Nem fogaltam le, faszpó. De rá akarod egyfolytában, hallja. Dehogy is. Hát elütöttél, de cigány, ezt még ki sem fizetted. Ez van, hogyha cigányokat alkalmazol, meg románokat egyszerre. Aha, jó van. Nyisd ki ízét. Akkor most hívok egyet nyalkát, ezt megnézik. Megvan, jó, hívjál, hívjál. Nyitunk egy napi ládát. Maxtamir téves hívásért. Betiszem már rég kizették ezt a szabályzatot, szia, hello. Hát az első indul, bassz. Nem baj. Már megint egy precíziós cső. Hogy lehet az, hogy a szerelőtelep bankja egyenlege lefele megy, úgyhogy geci, szereltünk. Lefele kéne. Nem, hogy kapnék egy Rolexet. Tudod, mik kellenek amúgy? Mi van? Ilyen izék kellenek, ilyen nagyon városi autók, ezt beolvadni a tömegbe. Tudom, hogy ért vagy nagyon városi? Hát ilyen... Valaki írt ezt fel rá, vissz aura. Ja, Crime. Na, elvileg ide kell. Itt van valami zöld autó is. Munkajármű lekérés, ezt le kell kérni? Biztos. Egy őrszervi. Szerintem ez a kőmosó. Ott a munkajármű, azt ide kéne ez... hozni, nem? Nem, hát ez itt a kőmosó, előbb bányászni kéne, nem? Azt mondták, hogy nem fognak eljutni. Mert el kellett volna olvasni. Én már előttem
Kő leadás. Zsák felvéd. Azt mondja, itt kell fővenni a zsákot. Mi van? Itt valami zsákot kell fővenni, de mi a zsákot? Tudja a geci. Várj, ide álljunk be, ez alá, ezt kapjuk el a kavicsokat. Geci fejbe baszott, áááá. Szopó. Hogyha ugatnak a kutyák, levágom azut. Hát hozzuk ide a kocsit. Itt van valami szó. Jó, én rájövök most a rádióra. Fekszik, bazd meg a vizsga, biztos. Azok mindig írtják egymást a telefon, nagy buzi. De bányászat amúgy nagyon fontos ahhoz, hogy legyen az embernek fegyvere meg alap kellékek a rabláshoz. Aha, hallod? Juni, a remész. Kapsz egy csákányt, vágod és menni kell. Aha. Hallod? Hallottam. Milyen pacek kocsa? Jövök testvérem, várja. Jaj, bocs. Nem figyeltem. Akkor miért nem vagy itt, Krisz? Menjünk ebbe a kórházba a törött lábaddal. Jó van, bocs, nem tudtam, hogy ilyen anyagi körülményekben vagy. Azt itt mindegy, melyikhez állok? Akkor gondolom, ne basszuk egymást fejbe. Hát valószínű. Most történnie kéne valaminek? Én nem tudom, hogy most mit kell csinálni, csak ütem a követ. De mi, te már szét tudtad ütni? Aha. Hoppá. Tiszta metin kettőben érzem magam, de szerintem... Azt írja, hogy M betű, meg jobb klik. Hát, a kocsira. Gondolom, hogy tartóba kell tenned. Be kell rakni a csomi vagy. Vagy tudja, hogy bánat. Hallod, de... Hát, hogy mennyilik a csomagtartó, de nem bírom behúzni, nincs inventoriba, meg semmi. És ha kőre nem tudsz rányomni? Nem. Rak fel a követ a munkajárművre, platóra M betű plusz jobb klik a járműre. Hogy... Ez nem jó. Rakom az anyósra követ. Mit kell csinálni? Hát nem tudom, baszki. Várjatok, van egy kövem. Hát őszintén nem tudom. Szerintem kúrjuk egymást arcon bele. Hát lehet jobban járunk. De várjál. Kurva nehéz ez a kő, basz meg. De én is kinyitottam a csomagtartót, de egyszerűen nem bírom belerakni. Na várjál. Ide ráteszem. Hoppá, feszülök, mint a nyugdíjas izület. Jó, írok. Na várjál, várjál, én megbaszom. Na várj, ez nekem magas. Azt mi lenne, hogyha izé rákötnénk egy spaniferes kötelet oda izé sziklára, azt elhúznánk. Ilyen. Ott valami ugrat, geci. Jaj, meghalunk. Hogy is jó ez. Zig, geci, az egyik meteoritot ellopta.
Most ez vagy a te fanbajod, vagy most ki akar. Én most gyakorlani. Szerintem basszuk agyonak őve. Lehet, hozzá baszom. De én ezt nem értem, jó, írok izét. Az nem megyek oda, geci, mert odaérek, meghalok egyszer. Várjál. Itt a kocsi. Érdekes. Jó napot, uram, kér egy követ. Csak magának, csak most 20 000. Ez nem a lakó? Szlovákoknak 40 000. Jaj, szia lakó. Milyen rádió? Nincs rádió. Hát hogy mi most nem vagyunk fent a rádió, mert dolgozunk. Hát munkás emberek vagyunk. Nem tudjuk, hogy kell. Ez a gyökér szar homok beette a kerekemet szó szerint. Hát látjuk. Ezért kell munkás autóval járni ide. Mi a fasz? Kő felrakása! Fölraktam a követ! Nem tudom, de fölraktam a követ! Álljál oda mögé, geci! Egy kibaszott fekete mágus vagyok. Hát jó van, tudjuk, hogy ez egy... Igenis. Jobb klik a Gucci-ra, igen, arra gondolja, és ott van legalul. Hát nekem csak olyan csomagtartó, csomagtartó. Próbálj meg izé állni valahogy közelebb hozzá, vagy nem tudom, ma úgy érzékeli. Én nem tudom, ott a jobb oldalán voltam, kb. A sarkánál. Álljak fel a platóra, vagy mi a faszom? Nem, azt nem kell. Hát de nem írja. Kő felrakás, kutyák! Ott, bazd meg, főtoltuk. Na gyerünk, üsse tovább. Tiszta metin 2. Ez szerintem csak nagyokat lehet. Hát, ja. Hát, vagy nem. Köszi szépen, tragyókám. De én ezt itt tudom. Lehet, hogy csak ezt lehet. Elloptam, hát ott a másik oldalt is vannak. Ez meg itt szétbaszás. Hát úgy van, menjél bele. Ide nyitom szépen a platót, fölhelyezem a követ. Tik rendesen ott van hátul. Tudod mi a jó nagy fasság? Nagyon közel kell bizállni. Lakónak az élete. Látszó, mi a faszom egy csip? Öl. Itt van a kövem. Szebb estét neked, ranyókám. A debla ágyom meg. Már mennyi követ van? 3? Nekem ez lesz a harmadik. Aha. Nekem is ez volt. Főpakolom szépen, átvetolom. Szia, te amúgy jól vagy? Te faszék ilyen szarokat venned, nézd meg a mi munkás autónkat, minden terepen megállja a helyét. Toljad anyádat. Most mit csináljunk veled? Hát mi köveket szállítunk, nem fogunk itt húzocskálni téged. Majd beülhetsz a kocsimba, 2000 per méter. Hogyan toljalak meg? Nem foglak a munkás kocsimba tologatni. Dehogy nem, fizetek. Mennyi pénzt kell venni? Hát szerinted ki? Ez a lacó. 30 000. Millióért kihúzlak. 30 000. Meg, de a faszi ütse. Egy munkás embert elütsz. Kérdettem még egy zévő. Jó van, még dolgozok. Minden nem egy vagy. Na, így. Lakó fizet, ha kihúzom. Mik a jak? Aha. Ez kell, geci, ez a szűz. Jött valami munkás ember. A hülye beállt ide a bányába, bazd meg ezzel a szarkocsival, azt elsüllyedt a kereke. Főpakolom szépen a kövét. Geci, ilyen a plató megtelt. Hát ő 6 darab fér el rajta. Ha ja, de hát alig van rajta kő, geci. Hát jó van, ez se bír el mindent. Várjál, még nem megyünk. Még kell nekem 2 darab. Várjál, segítek neked bányászni. Fő tudod rakni az enyémre is? Szerintem ő ellopja a kocsit. A rák a gyomrát! Hát geci! Öld meg, Pityu, dob fejbe a kővel, parittyázz meg!
Ha szétbaszod a munkás kucsimat, én leátkozom a családodat. Geci, még nekem kell itt futkosni a nagy sziklákkal. Hallod, szard már a kutyakocsidat. Geci kurva anyát, te szűz kurva. Pityu, beindul. Hát én geci nem bírom letenni. Fölrakom, álljál majd ide vissza, mert nem fogok jönni megint enni. Hogy hozzak inkább ebből. Az szép. Geci, olyat vertem rá a sziklára, elsüllyedt. Ne bassz szét a munkáskocsimat, takarodj innen! Szállsz ki a ku... A kurva anyádat! Szálljál ki a kucsimbot a kurva gyorsan, nem voltál még fölpofozva? Szálljál ki! Hát vad szopó, nem látod, hogy a futóhomok elnyerte a szájba baszott monsteredet? Ezt már nem fogod kiszedni. Bazd meg! Ennyi észre a dűne forgatására is elmehetné féregnek. Most szerinted ezzel fogok baszakodni? Tiszteletem, jó uram. Régóta nyomja a szakmát. Hogy aurája, kettő. Az igen uram, akkor maga már itt a nagy izé. A becsületbeli tag. Én? Hát az... Köszönöm akkor. Akkor indítsátok már be a kocsitokat, ami ott áll lent. Nem a miénk, kezdjük azzal. Főpakolom szépen így, né? Mehetünk. Menjünk. Igen. Miért tudok úgy vezetni? Kaptam fizetést. Dík, mennyi pénzt kaptam? 90 ezeret? Ja nem. De hülye vagyok, csak párat. Alapból volt a bankomba. Pedig már, hogy megerültem. Itt főkapom a kis kövecskémet. Főteszem ide. Ó, bazd meg. Nem bírok beszállni. Kamu gyere, volt 144. Kamu volt az ételosztás. Már mi van? Milyen ételosztás? Mindjárt megyek. Jó. Na bazd meg. Ámorrel lerohad a kezem is. Kurva nagy taxok. Hello. Jó, van ezt a követi, de lebaszom. De milyen ételosztás? Szálljál ki, faszcsapó, mert megtöröm a nyakadat. Ellopja a köveket, kapja ide! Na ide figyelj, álljál, hallod? Azt mondom, hogy te se hülye vagy, ez nem fog kimenni, geci. De nem fog, geci, hogy menne bárki, meg sem meg mindjárt hátulról. Na, menjünk a gecibe. Na. A faszért kellett neked a dűnébe jönni. Hoppá. Szerintem az ott nem lesz jó pitty-pitty. Ide kell jönni zsákolni, azt hiszem. Na várjál. Kő leadása, zsák felvétele. Mi, oda kell menni? Igen. Hát akkor engem már megint átbasztak. Nekem ilyenről nem beszéltek szakmunkás képzőbe. Oké, és én újra tudok éleszteni bárkit, de
Bányászni, no. Na most az van, hogy ide kell leadni a követ, csak nem bírom felvenni a követ. Érted? Fölkapom a követ. Hogy szépen. A gecibe? Hogy? Ugyanúgy. De nekem nem írja ki. Bedobom a követ, pak. Bazd meg, fejbe basztam egy embert, ott dolgozott lent. Bazd meg, szegény. Szopjál a fasz, büdös kurva. Amúgy se dolgoz, vagy fizetnek annyit. Na már megint itt vagy? Leveszem a követ. Szerintem csuk be. Most már mindegy. Szálljál ki, akkor te, ha ne vidd már el a követ. Hagyd pakoljak már, gyere vissza. De nekem bazd meg. Én nem bírom. Hát, geci. Na, eltörted a lábamat, kurva ügyes vagy, jó? Akkor most már, hát bazd meg. Ügyes vagy, nem bírok kimászni. Gratulálok, Lacó, kurva ügyes vagy. A családfád legyen szerencsés. Eltört a lábam, nem tudok se kimenni, se fel. Öld meg most, szúrnyakon. Nem, már nem akarok. Kocsit bezártam, zárd be a kocsit. De köveket se tudom lepakolni, de balra akarok. De fejben ne dobják őbe. Bazd meg, Lacó. A radai szűz merje húzni szét az ilyenek a pináját, az köpne bele kétszer. Ó, te szerencsés homok, geci. Remélem a kocsidat valami homokfére megeszi. Jó, vagy Jenny. Ez úgy nézel ki, mint aki jó, van bazd meg. Eltörted a lábamat, faszkalap. Adj egy kocsit. Hát biztos nem adok. Ezek után. Ezt te voltál, akkor azt hittem, majd megjelent a harmadik iszét. Hát nem bírom leszedni. Remélem valami alkaid a mesterlövész fejbe lő az álmodban. Na mindegy, ezért kösz. Mindegy, lopok valamit. Hát, uram, zárja be a kocsiját, egy jó tanás, mert szlovákok járnak a környéken. Hát hogy nem. Elfogyott a kő. Én végeztem. Johnny, nem bírom leszedni, geci. Sehogy. Azt írja, hogy álljak a zöld markerba. Az itt van. Hát igen, de... Azt mondta, hogy a térképe jelöli zöld, de itt kék, meg sárga van. Akkor gondolom a sárga. De hallod, Juni, ez az a baj, geci, hogy én nem bírom le... De amúgy még van nálad kő, még van nálad négy. Nem, az bogaras. Ja, hát én meg alapul nem bírom leszedni az enyémet. Semmit nem csinál. Semmit, bazd meg. Itt nyomogatom, már nem bírok több helyre nyomni, azt nem, semmi. Hát fogalmam sincs, geci. Hát persze, hogy én. Hát enyém a kocsi, minden faszom. Hát én minimap nélkül is tudok itt tájékozódni. Az a baj, hogy letört a csomagtartó, vagy mi a faszom? Nem hiszem. Geci, bárhova nyomok, sehol. Csak az van, hogy csomagtartó, meg jár mint hát a én meg gondolom, amúgy se tudnám levenni a tiédről. Hát, de valószínűleg igen. Hát nem tudom. Na mindjárt jövök, megyek zsákolni. Remélem, Lacó meghalt. Geci, elütöttem egy madarat. És szeret a bátraknak. De jó lenne, hogyha tudnék futni a zsákéj. Bassza meg! Hogy a gecibe kezd fővenni? Hát gondolj az elbetűre. De... Halló. Csak ne az enyémet próbáld ellopni. Mert arra... Érzékeny vagyok és ütök én, de hirtelen. Hát itt valami nem van jól. Valami nem van jól. Hát van saját zsákod itt, tesó? Hát nem is látok is semmit. Hát azért, mert először dolgozni kell, nem itt úgy van, hogy ide jössz, azt már kezedbe terem a manna. Ja. Van egy cselkányod, először menjél be oda bányába, azt üssed a köveket.
Jó. A köveket főpakolod a platóra, aztán főmész oda, ahhoz a cucc hozott, az a nagy darálógép, abba bele kell majd dobálnod a köveket. A köveket jó. Bezúzza, elhozza ide, azt a zsák beledobja majd neked. Jó. Ah, jó, most így már oké. Köszi szépen akkor. Nincs mit. Jó munkát, ciao. Jó, hát amúgy az elején én se tudtam. A Laco seg hülye. Most ide kell hoznom amúgy. Ehhez a palihoz vagy? Az ő táskát mondott. Vagy ez máshol van? Aha, itt van ez. Jaja, akkor már megyünk is. Hoppá. Geci, azt nem mondta, hogy megpatkázott egy kő. Olyan, mint egy leültetett Honda Civic, geci. Vigyázzat, jövök. Hát nem pazarlunk, kiszedünk mindent. Ez egy full szabályos előzés volt. Hát geci, félreállunk, kivesszük a kajaszünetet. Eszünk kakanyós csigát, ilyen kattó kakaós csiga. Meg iszunk rá egy ilyen jó kis pepsit. Bontatlan pepsiket. Én nem vettem el tőled. Vagy hát mikor? Amikor a telepen megdöglöttél? Akkor szerintem a izél útolt ki téged a Bálint. Azért van autót, hogy haladjál vele, ne itt toporogjunk már, bazd meg. Más ember dolgozna. Szevasz, Pákó testvérem. Meghoztam az árut. Egyelőre drog nincsen, csak kövek. De neked az is jó lesz most. Vagy most mit, az egész kocsit le kell adnom? Vagy... Aha, jó van, bocs. Bocsi, Pákó, nem tudtam, hogy mit akarsz, baszd meg. Olyan irigy fejed van neked is. Nesze. Legyél boldog a családoddal együtt. Jó van, azért nem kell ilyen kevés pénzt adni, érted? Egy kicsit megemelhetnéd. Nekem is van, nem családom, érted? Etetni kell őket. Kakaós csigárnak is megemelték a pékségben az árát. Az olaj család megint emelt. Ebből még a benzint se tudom fizetni, Pákó, bassz meg. Eladók a BMW-k is, baszki, érted? Azt te így le akarsz engem húzni. Jó gatya vagy te is. Na jó, van, mindjárt jövök.
Kovasat honnan kell lopni? Azt horgászni lehet, mint régen? Mert nekünk amúgy inkább vas kéne, mint a pénz, nem tudom, amúgy pénzre nem vagyok rá függve. Hát akkor megfogom a pütyöt, azt megyünk illegális horgászatra, mert ugye nem fogok horgászengedélyt kiváltani, az is biztos. Addig a mezőgazdaság. Geci, ilyen izé... Olyan illegál quest kéne, hogy bemész egy farmra, a ladáddal, azt lopod a malacokat, geci. Hát hónom alá basznák két csöngőhasút, azt mennék. Ott fotnék a csöngőhasúakkal a mező közepén. A kurva anyád, de beszartam! Faszomat ezekbe az rafikba, ha rendes stroke-ot kapok. Baszki! Jajjaj. Pityú, ami lett az óta, le tudtad, de szarjaid. Na menjünk detektorozni, csak pitty-pittyet meg kell kerestem. Dolgozik még, vagy mi van vele? El is felejtettem, amelyik rádiót mondta. 2-4-3-as talán. Szevasz, Pippi. Akkor nem. Igen. Szevasz, Pippi. Lehet meghalt, geci. Az ott nem ő? Pedig fémdetektorozni mehetnénk, geci, legjobb cigány munka. Horgászatot is nagyon szerettem. Mindig elmentünk valami fél első helyre, azt ott nyomadtuk. Ez a kocsi meg azóta itt áll. Szevasz. Hallod, hol kell ezt adni, mert most megoldódott? Hol vagy? Itt vagyok ennél a sárga gecinél. Milyen sárga gecinél? Hát ahol a izék zsákokat kell gyűjteni. Hát összeszedted a zsákokat? Össze, itt a platón. Na, akkor szóval vidd el őket a Power Stationre, egy izé zöld táska jelöli a térképen. Ja, itt értem. Van alattunk, nem messze. Aztán gyere vissza, megyünk fémdetektorozni utána, jó? Jó, jó, jövök, nem soká. Mert ez csak pénz, tehát darabja ilyen 600 valahány dollár. Így, geci. Szóval elmegyünk fémezni. Aha, jó. Itt és ilyen fémdetektort, az van nekem is, vagy... Nem, azt a izébe tudunk venni, a fegyverboltba ott volt. Ja, á, jó. Jövök, nem soká. Gyere fel 144. Jó van. Na, szavasz. Hallod, Chris? Ezt a Getty dashboard, vagy scoreboard, nagy dashboard. Ezt valahogy ezt ki lehet kapcsolni? Ezt a faszom scoreboardot? Igen? Hogy? Igen, nem az. Köszönöm a segítséget. Fekete-fehér, igen, nem. Legjobb, jajjaj. Bazd meg, a rohadás vigyen el téged, bazd meg. Ezt le fogják vonni az adomból. Hát az baj, gatya. Nyomjad már neki, úgy. Így, meg is van oldva. Cigányügy. Gondolom szolgálati kocsit vissza kell adni. Hallod, tesó, ezt? Tessék, itt a kocsi. A köveket megtartatod ajándék a családodnak. Csináljátok belőle egy campfire-t a szoba közepére. Ó, bazd meg, nem bírok futni, hogy a rohadás vigye el a szlovákot. Akkor is ki fogom vele fizettetni az orvos, mert rá... hívom is a rendőröket.
Hát én most kihívom a rendőrséget, hogy elütött egy szlovák. Ennyi. Mi a fasz van már? Hát igen, ezért fogok kártérítést kérni. Hát mi az már, hogy még én fizessek másnak a hibájáért? Úgyis itt van a kocsi, a fölviszik a rendszerbe. Nyomunk is egy örömtáncot. Tibit csaba, tibit taba. Savalé. Már ha kijönnek a rendőrök a hívás. Pitypirigy, hol van? Van amúgy itt egy autónk, ha nem lopt el a Lacó. Hát 20k most annyi van a zsebemben, hát abból még enni akarok, meg inni még máma. Nem az orvosra fizetni. Úgyis mindig azt mondja Laci, hogy olyan nagy pénzes ember, hát akkor na. Itt a remek alkalom. Hogy ezt bebizonyítsa. Na, az ott fixen a pityú. Vagy tudja a Brandt. Elég járatosan bassza le a kocsit. Vajon jönnek a rendőrök? Várjak rájuk, vagy ne? Mi van? Szevasz Genyó, merre vagy? Szia, itt vagyok a izé, kocsi leadónál. Igen? Hallod, a kocsink hol van? Hát ez az. Én már hívtam a rendőrséget, hogy egy szlovák elütött és elrabolta a kocsinkat. Aha. Ez jó. Most nem tudom, jönnek-e. Hát De én fő fogom jelenteni, nem fogok 20 000-et fizetni az orvosnak, hogy megint megbütsék a lábamat. Mi a faszomra vonja le a pénzt? Hát hülye, teszlek le téged, hát... Tudom, teszile, veszed a pénzt. Szia. Szia. Hát basszátok meg, telefonszámla meg itt pereg. Nincsen messenger a telefonon, azért csak nem kell fizetni. Ottan valaki meg pentázta a kocsit. És honnan tudom, hogy megkapták a riasztást? Melyik egységet keresi? Az összeset? Mivel újra hívtad ezt a frakciót, a hívásodat töröltük. Akkor csak megkapták az előzőt. Na, meg is jöttem. Na, szevasz, geszi. Szia. Mi van már, te kutya telefon, mindjárt földhöz oszlak. Itt csipog egész nap. Nekem le van némítve, vagy nem tudom, így nem csipog. Nem tudom. De nem tudom, most bejövő hívások. Nincs találat. Hát már senki nem szokott hívni. Bank.
Honnan tudom, hogy megkapta az... Hát mondjuk biztos megkapták, mert törölték a másodikat. Küldtem pénzt Kajára. Valami utalásom érkezett. Hát igen. Küldtél, donételték Kajára? Aha, geszünk, küldtem egy tollárt. Óra. Nem emgézünk, nem jössz ki, mindjárt megoldjuk. Hát, geci, ez semmelyik nem működik kb. Ja, hogy itt a Twitter. De hirdetések működnek. A Twitter még nem működik. Üzenetek, beállítás, jegyzet, HTVT. TVT-se működik, a HTVT-se. SOS jelzést küldtem a rendőrségnek. Képek se. Részvények se, bank. És mi a geci működik. Csináljunk? Hát nem tudom, ki hív fel a Kriszt? Az még valószínűleg a telepen van, hát aki ilyen. Remélem most veri a faszát a telepen. Felvette? Na Sophie van. Ezt kinevetett a faszomba. Hát szopjon le. De nem azt mondtam neki, leteszem, mert izé vonja le a pénzt, mondta, hogy tudom, az kinevetett. Ja. Hát geci, hát ezzel az megkeresem 3900 dollárt. Az kurva jó, az hallod, az kajára nem elég. Mert 5000-ért vettem kaját most is. Hát a fém detektor csak kijön belőle. Hát remélem. Nekünk nem a pénz kell, hanem a vas. Cigányok vagyunk. Geci, amúgy van egy hát nagy fémtele. Hallod, nyitottam amúgy egy aranyórát. Geci, nem vettem fel a nyakkendőmet, most nézem. Igen. Ha ez a mit? Nagy Rolex. Hát gondolom be lehet olvasztani, nem? Hát geci, sőt. Vagy lehet, hogy le lehet adni. Szerintem, ja. Elsőnek bemegyünk a rendőrségre, följelentem a lacót. Uh-huh. Bizonyám. Hivatali bejelentést fogok tenni. Hát, hogy van egy ilyenem. Ezt is hitettem. Micsoda, nem látok semmit. Mi ezt? Felmutattam. Hát lehet, hogy be kéne nyomnom ezt a szart. Lehet, mint egy kerámik pisztolyra vasz. Csak én nem szeretem ezt a szart. Már? Hát nem tudom, jobban szeretem naturálba látni a dolgokat. Geci. Láttam, kis térképet sincs, geci. Hát nem, mert bazd meg, elvesztettem a térképet. Hát még kinéztem, geci, hogy hol vagy, addig azt hittem leszopom magam. Hát én tudom fejbe a dolgokat, nekem nem kell. Hát jó, jó, az térképet én is tudom fejből, a városit kb. Meg a kint itt egy ilyen bányák. Nagy valaki tud, hát nem tudok futni, várjál már. Öreg vagyok én már ehhez. Úgy van, nézzétek végig, ahogy oda sétálok, ne vagy véletlen közelebb parkolj, nem. Végül is csak a lábamat húzom magam után. Geci, 3900-at kerestem vele. Mehetünk a rendőrségre, följelentem a szlovák kurvát. Jobban megéri, geci, ha izé szerelőbe állok a telefon. Mondjad. Eltört a kezem, úgyhogy semmit nem csináltam, bazd meg. De legalább tudsz vezetni. Igen. Hát de legalább amúgy futni igen. Tudsz. Hát bazd meg, semmit nem csinál, tehát ilyeneket ugrálgatsz, bazd meg, jó, hogy eltört a kezed. Jó, de legalább vezetni tudsz. Ez egy terepjárót a faszok. Hogyha eltörik mindkét kezed, nem bírsz vezetni, csak előre meg hátra menni, vagy mi? De még hátra se bírsz, mert ahogy rakod át. Tényleg, akkor csak előre menj tudsz már menni. Innen. Menj már innen. Köcsömöcse. Álljál ezekkel. Nézd meg, ezért kapnak az emberek autót, bazd meg, hogy itt ilyen lajhár tempóban menjenek amúgy az autópályán. Amúgy jó lenne, ha már lenne valami pisztoly, mert akkor pályázni, ki lehetne jönni, kirabulni embereket. Csi, tudjátok milyen taxot kéne beadni? Az úton állást. Hogy? Hát szétbasszuk, a kocsit beállítjuk, középre lefekszünk köré. Ja tényleg, az úgyis a sok izé... Nagy banditák lennék. Pancser, aki nem volt itt az izé, hát jó, csak kéne egy pisztoly. Hát nem egy, hanem sok. Amúgy elég lenne egy is, mert nekik úgysem lenne. Hát ha vagy, ha van, akkor, hát akkor adjátok nekem. Ha meg jobban, többen jönnek, én elfutok. Itt valahol van egy trafi. Igen. És ott van. Hát nincs ilyen izé trafi pax radarod?
Nincs. Hát miből? Honnan ennyi boldogság? Ez a geci hogy működik? Aha, jó megvan. Tényleg a határt ki fogja fizetni, faszapók? Mi az, hogy hogy működik? Kifelemelt, mit nyugtél? Repültél? Ja, neki durrantam 200-at, szerintem ott tört el a kezem. Geci. Lehet. De a fal fogott meg, geci, nem fogott meg az a rák. Igen, először én is, a Peti pedig mondta nekem, de... Na kurva élet, ott volt egy trak. Elfelejtettem. Hol? Na várj, most visszamegyek. Istenem, lehet bedugták abba kurba. Ott van, nézd meg, geci. Ja. Anyád, hát ezt innen nem látod. Vagy tényleg nem? Hát ez mi a faszom? Geci, én belementem egybe a bányába, ha úgy beleszartam. Na akkor mit csinálunk? Hát itt följelentést teszek. Ja, nem is itt a Péter. Itt mi a fasz? Jöki, ki lett kerülve. Kicseleszted. ment a magyar csiki-csuki. A magyar tikitakát beadtuk. Na várja, jó, hogy megyünk fémdetektorozni meg ilyenek, de... Na, Pédi először. Én török kézzel, hogy a gecibe fogok? Hát utána megyünk a kórházba, ráfogjuk a kezedet és a szobákra. Hát... Kifizettetjük fel az ápolát. Mi? Ti látjátok most a trafi? Igen, itt van jobbra. Hát nekem előttem tűnt el, geci. Szemben néztem vele, azt eltűnt. Hát ezek ilyen Harry Potter trafi. Hát ez pont jó, hogy szembe sárba mentem. Menjünk akkor hozzá. De nem, hát járőrnél nem tesz bejelentés, mennyi a Pédire. Itt jobbra. Mondom neki semmi. Hát szerintem utánunk jön. Ez nem fix info. Basszájban. Hát úgyis ide jöttünk. Állj már be a parkolóba. Most ezzel mit tölts? A parkolóba állj már be. Ja, ide. Ott van. Már én most már félreállok ide. Mert jönnek itt nagy a forgalom. Hát álljál, én megteszem a bejelentést. Te vezettél úgyis, nem én. Jó, van mennyi. Nem törött én... kézzel, kurva jó. Hát mert törött lábbal szerinted jobb. Jó, nem szükséged. Bejelentést szeretnénk tenni. Úgyis ő vezetett. Hát egy nagyon picikét mentünk szembe sávba. Hát nem tudom. Jöjjön már ide, mert nem bírok menni, eltörteik a lábamot. Így nem hallok, menjünk át a túloldalra, menjünk távolra. Te már alig bírok járni. Na, itt van, azt hiszem ez az. Te meg mit nézel, te csoki fiú, mindjárt szájba verlek. Nagyon jól beszél, Szálasi úr. Szálasi Ferenc. Rendben, uram. Pablo Anel vagyok az Orem Kátóla ezredest, jelvészabom 15. Tisztában van vele, hogy miért állítottuk meg. Nem ön vezetett, azt tudom, igaz? Nem. Nem tudom, de véletlen kidobtam a vezetői engedélyem a te kukába. Nem tudom, hogy sikerült be. Mi a fasz? Szóval csináltad? Kurva életbe, geci, 10 000 dollár az a szar. Akkor mindjárt. Mi 10 000? Geci, kidobtam a kukába. Nem lehet valahogy visszaszedni, takarodjatok innen. Kidobtam az a tűj engedélyét, az a csöves. Főkapom itt a kukafedőt. Belenyúlok. Bazd meg itt szaros pelenkától kezdve minden van, bassza meg. Vagy egy sokkal. Beszállt a fiam. Ezt kidobom, mert ez a régi. Á, baszki. Nem lehet kukázni. Ez nem dupla V mondjuk. Geci, 10 000 dollár az az irat. De mi? Melyiket dobtad? A jogosítvány. Ne szopass. Mondom. Istenem. És nem is a kamion, hanem azt a szar izét, a bazd meg a személygépjárműre. De mind a kettő izé. Szóval... Igen. Ja, mind a kettő 10 000 az. Annyi, hogy a személy csak 1 000, szóval inkább az dob ki. Nem akartam kidobni, baszki, át akartam húzni, vagy hát le akartam tenni csak simán az ebben a zsebembe. Ez aranyórával mit lehet, ha megkérdezem, mert nem hát, húzd fel a kezedre. Bocsánat, elnézést, ezt nem tudják, hogy aranyórával mit lehet csinálni? Hát jó, csak hol? Faszom tudni. Na jó, van akkor. Megnézte az úr a személyimet? Vagy átadtam? Nem, átadta. Vár is jöjjön. Jöjj ide. Vezetőengedélyét láttam, semmi van. Jó, trepült. Remélem a nevét kérdez szépen. Sárközi Giulio személyesen. Rendben, születési dátum. 85-12-12-4:05. Aha. Jöjjátok, Pablo, ne haragudj. Mi van-e? Halló. Ez valaki hallja? Személyimet visszakapom. Igen, hallunk. Valaki hallja, amit most beszélünk? Igen, hallunk. Sajnos. Hallunk, bassza meg. Halljátok? Hallunk, bassz meg. Igen, itt vagyunk. Na. Már is visszaadom az úrnak.
Köszönöm szépen. Hát is jutom, fogadj el tőle. Szeretet. Elfogadom. Köszönöm. Szeretet van. Szeretet él. Figyelj, Marul, úgy látszik, hogy itt izé, biceg. Hát persze, hogy bicegek, most megyek is bejelenteni, és azt el fogom mondani, mert nem fogom kifizetni az ápolást, mert kifizeti az, akit be fogok itt jelenteni. Addig bicegni kell, hogy lássák, hogy tényleg megsérültem. Mondja el a bejelentését. Hát menjünk már bentebb, mert itt hideg van. Uram, maga vezetett, igaz? Nem. A román volt. Másik geci az út túloldalán. Nem, én bemenjünk fel az irodámba. Rendben van. A rendőr autóval, meg önök is parkoljanak normális. Hát nem a mi kocsink. Nem a mi kocsink. Majd a sofőr. Meghallgatjuk a bejelentésüket már is. Semmi. Álljál félre a kocsit, de raszonták. Angel. Hogy vagy? Üdvözletem. Mi ez a visáó szervíz? Crashom vagy, csak úgy mondom. Ez egy ilyen szervkereskedő fixen. Nagyon basszató vagy manapság. Szerintem beszorultunk. Beszorultunk, bazd meg. Mindenki egyszer akart. Nem működik és próbáltam. Na, Angel. Itt nagy feljelentéseket kell tenni. Persze, nyugodtan oda megyünk. Beszorult a kúcs. Már megijedtem. Halljátok ennek a Buzi Bálintnak mi a neve? Dezső, nem? Ja, igen, tényleg. Mondasz te valamit? Hát a fiam, bazd meg. Élendő tudni. Hát én őt fogom bejelenteni. Szar lehet. Hát bazd meg, családba maradt. Várjatok, ma oké, hogy tudtok futni. Nagyobb labirintust nem tudtatok ide csinálni. Amit tényleg nagyobb labirintus nem volt? Én sem tudom, hogy hol vagyok. Hát ez kurva jó. Biztos. Ez egy Führer bunker nem volt. Hát a kihallgatóban nem tudok találni. Ez úgy néz ki, mint a Gotemi rendőrfőkapitányság. Nem, mintha tudnám. Én még a izé. Én még a parkolóba is voltam, ott vertem a Tinát szájba. Attól félek, hogy... Van a férje is le lehet ülni, itt a férje, hogy kell leülni? Hát úgy, hogy gondolsz itt az ember, azt leülsz. Ja, geci kaja. Buda buta vagy. Nem nagyon ül le. Ajja! Ne, takarodjál már. Itt már ül valaki. Menjél már innen, faszkalap. Nem is rossz. Nekem törte a lábam, kell éjfél. Jó van. Na, tiszteletem uraim, Sárközi Giulio vagyok személyesen, nemes bányász vagyok, nemes érceket bányászunk odafönt izébe, Szendibe, és most is kint voltunk itt a barátommal. Apu, kérhetek fel a csintát. Itt a Ferenc barátommal kint voltunk dolgozni. Az én vagyok. És képzeljék el, hogy jött egy ilyen piros, tüskés hajú, szlovák úriember, aki berepült a bánya közepére. Az nagyon fontos, hogy szlovák. Így igaz, szlovák. Egy Monster Raptorral, ami elsüllyedt a homokba, és ezért ellopta a gépjárművet, és ki akarta vele tolni. Amikor szóvá tettem, elütött és átment a lábamon. Majd utána el akarta lopni társaim autóját is, de ez nem sikerült, ezért ellopta az érceinket. Majd elfutott. Hát egy büdös cigány megy. Hát igen, és szlovák, az nagyon fontos, ezt kérem mindenképp írják bele, ezt szlovák. Három darab szolgálati gépjárművet tett kárt, illetve a lábamban, illetve a kőfejtőnek is neki ment. Igen. És valami személy leírás, hogy valamit tudnának adni? Ruházott. Fekete, milyen ruhában volt? Csak a fejére emlékszem, hogy ilyen póló. Fehér pólóban volt, talán. Fekete nadrág és ilyen piros csüskés haja van. A cipő az nem tudom milyen volt, ez valami csöves kínai volt. De hát megismerik, ha megszólal, nem tud beszélni. Ha nem, hát így beszél, hogy fasz. Ja, az A betűt nem tudja kimondani, ez mindig áll. Ja, kérdezzék meg tőle, hogy baj van, akkor vissza fog kérdezni, hogy baj van. Hát akkor rákérdez, hogy baj van. És akkor nem angolul mondja, hogy venni akar egy valamit, nem. Ő azt mondja, hogy baj van, csak nem tud beszélni. És az arcán nincsen izé. Mi a neve neki még egyszer? Mi a László. Kerekes László. Kerekes László, azt hiszem. Igen, a testvére Kerekes Bianca. Igen. Hú, bazd meg! Nem az a neve neki, hogy fahasz. Fasz? Nem fasz, fasz. Fasz? Hát mi is azt mondjuk fasz? Fasz. Fasz. Én is azt mondom fasz. Hát ő úgy mondaná, hogy fahasz, tehát valószínűleg nem. Fasz. Ja. Fasz. Általános fászom van. Klászló, már az anyja nem tudta kimondani az a betűt. Jó, rendben.
Na, és azt hiszem Kerekes László, és nincs szakálla, meg ilyesmik. Jó napokat, az úr, nagyon felpattam, de az én is raknék egy bejelentést. Ilyen babart. És így vissza lehet ülni. Na tehát van itt ilyen, nem tudom, Sárközi Dezső nevű úriember. Azt akkor egy vamzergetsz, hogy nagy baj, tisztességesen szerelgetek a szerelőtelepünkön. Bejön, elüt, azt elmegy. Hát ez szégyen. Azért most kell kifizessék 15 ezeret a mentősöknek, mert hogy bazd meg elbasz. Miért te 15-öt fizetsz? 15-öt azért, mert kijöttek, mert a kurc kihívta, úgyhogy senki nem kért. Téged nagyon átbasznak. Nem 12 ezerbe kerül? De jó, megy, mint mindenkinek olcsóbb, mint nekem. Hallanak az urak tisztelettel? Halló? Most az internetem baszódott meg? Akkor jó, nem velem van a baj. Na, hello. Jó, hello. Itt vagyunk, jó, oké. Okay. Helybe vagyunk. Hol maradtunk el? Tehát egy 15 ezer. Igen. Hát ezt ezért kell kifizessek 15 ezeret, mert valami vamzer elütött. Szerelés. Hát így igaz. Közbe. Jó. Jó, a bejelentések fejezésre került. És nekem lesz valami kártérítés, hogy elkapják itt az urat, vagy ez? Nem. Várjon, uram. Az urat, a zöldhajú úriembert, az Sárközi. Volt a vezetéknél, bármi kötődés volna esetleg. Én kukáztam ki. Na, hogy a testvére vagy? Nem, a fiam. A fiam. Igen, és nem tudja, hol tartózkodik, vagy hol lakik, hajléktalan? Hát igazából nekünk egy ilyen gyűjtőhídunk van, az alatt szoktunk csöválni, de most nincsen ott, mert Teréz anya kibaszta, mert hát is fogyam, oda szart az asztalra. Értem. Jó, és tudják, szeretnének elkülítésben... Ez egyértelmű. Kapni. És az volt, hogy... küldött egy képet, hogy beszállj. Még egyszer, ezt nem hallottuk. De tudod, jön, hogy beszélj. Hát, Geci beszélni nem tud. Jó, itt anyagoljuk. Tehát hol tartottunk, mit kérdezett az úr? Küldött egy képet, hogy... Jó, azt megkapták mind a ketten. Ú, de jó. Á, köszönjük szépen. Így, de többször fogok járni. Most már többször elmondom, hogy most fel. Tehát küldött egy képet, hogy beszélj. Ez fogyatékos, uram, menjünk! Geci, ez a pali. Küldött egy képet, hogy beszart a gyerek. Ez fogyatékos. De ezt már megbeszéltük. Ezt többet ne engedjék ide. Jó, nem, akkor ezt én elmondanám, uraim. Képzeljék el, hogy a fiam, az úgy... Nem csak a bokáját fosta le konkrétan. Fölszaladt a haján. És ezt a képet látták, az kurva jó. Ezek atyalottak, nincsenek meg. Képet látták már? Hát, Geci. Majd átdobjuk. Ez hülye, ez hogy leugrott? Mi a külső? Le van törve a lábad azért. Nem, az anyaim van eltörve, neki a keze van. Le van törve a keze, neki azt ugrált. Uram, itt a Albert... Szia, Hodemcsuk testvére, mi igazán bár V2? Mi a külsője? Mindjárt átküldöm. A csöcsű. A csöcsű. Akkor onnan ismerős a hangod, jó van. Baszható az úr, egyre. Vigyetek már a kórházba, mert nagyon sajgog a lábam. Tessenek pedig, zárom az ajtókat, az ajtók bezárt. Hát amilyen gyorsan jó, tudok jövök. Vagy. Szia, élek a... Szevasztasú. Mi újságban veled, ha nem csak hogy vagy. Hát ahhoz el kéne odaérnem. Ez ki volt? Várjanak, előveszem a botomat. Artur, átküldtem. Átküldtem, Artur. Továbbítsa a képet. Várom még a reakciót. Köszönöm szépen. Mit? Ilyen ez a popszakma, hogy nem csak testvérem, jó teázgatást. De Geci, remélem ide parkoltok, nem kell megint elmennem oda az út másik végére. Úristen, lassuk azt. Ha eltörték a lábamat. Még egy bírsággal tartozom magának. Ott azoknak. Nézze, ha elüttök, megszoptatlak. A képet látom. Igen, megkapta a képet? Átküldtem neki, igen. Megfejelte a szart, hát mondom, Dezső az acsalod. Hogy röhög a Pablo? Azt a kurva. Pablo, neked is kell a kép? Már látta.
Én már lehet. Hogy örül neki? Már megvan. Akkor megyünk kóház. Te most hogy nem tudtad elmondani, bazd meg 10 percen keresztül azt hallgatták, hogy lesz. Geci, azt a te megszakadtál. Nem bírtam, igen, mert szétnemettem magam. Trafira, vigyázz. Menjünk már az izéhez. Hol? Felvásárlóhoz. Jó, nem, először kórház, tesó. Be van, jó kórház, és utána, hát hogy az aranyórát, mert elvileg ott kell leadni. Aranyóra? Aha, van aranyórám. Ja, kapott egyet. Nem tudtok egy tolószéket hozni? Nem. Juni, siess, miért nem fussz, Juni? Fuss el, apa, Juni. Tudok, tudok hozni valamit, aminek van kereke. Menjetek oda a gyerekszobába. Attól félre. Jaj, ne, geci, felakasztom. Mi lesz nekem gurul? Biuska-e? Hát igen, biuska-e. Milyen, hova mész? Hát, nem menne, ha hívjatok itt egy orvos, nem fogok vitteni azért ennyi fizet. De nincs, hát de nincs. Ez még olcsóbb, az meg. Hallod, ez olcsóbb, geci, azt tudod, hogy izé... Adj már 10 000 Juni, mindjárt vissza. Honnan, faszapó, most kaptál kártérítést. De nem, azt bankba kaptam, te faszapó, mondom, visszaadom. Ja, csak 10 000, múltkor 20 volt, jó napot. Igen, geci, mert a mentősök átbasznak. Nem, azt írja itt, hogy ő nem szakápoló, és jöjjön ide egy orvos. Akkor magát miért tartják elnézést itt az ügyeletem? De amit tényleg, geci, hát nem tud ellátást adni. Most amiatt, geci. Tök mindegy, akkor majd küldök neki. Nem, ha faszodat, hát nem bírok futni. Akkor én eddig elmegyek a levásárlóhoz. Levásárló. Menjetek. Én addig kihívom 911-et. Új, de imádom azt a telefont. Még egyszer csipok, jól van, uram, bocsánat, most főtőt fogom kúrni ezt a szart. Elnézést, a hirtelen felundulásé. De én ezt már nem bírom idegelek, tudja? Van itt valaki tisztelettel. Ez az elfogadták a hívásomat. Olyan hangban, mintha kigyulladt volna valami. Fedd meg, törik az üvegeket. Hát addig én nem tudom, főfekszek erre az ágyra, én ezt már nem bírom idegileg. Meg kell pihennem, baszki, már a lábam, az itt el fog fekiesed, de aztán még levágják a végén. Jaj, te. Amúgy nekem nem hiányzik az a minimap, nem tudom. Én el vagyok nélküle. Próbál, hallom a mentőket. Jézusom, jöjjenek segítség. Elfeketedett a lábam, baszki. Na menjen el, kérem. Itt vagyok, jó napot, tiszteletem. Jézus, jó napot, uram. Eltört a lábam, Jézusom, már feketedik el. Hát szálljon, kérem. Jó, van itt a finoman lemászok. Jó, itt. Már, vagy mindjárt hozom a társadalmat. Jó. Leveszem a nadrágomat is, jobban lássák itt a problémát. Hát én megyek, hívásom, hogy főnökömnek mutogasson a... Mindig adnak mi van a fején hátul, bazd meg, átment rajta egy motor. Hát jó van, ezért lássa be, nézze meg. Pont, hogy nem áll ki a csont. De meg kell feketedni. Nagyon... Nagyon szexi férfias lába. Hát köszönöm szépen. Tehát a tért kalácsod, az el van mozdulva, papi. Hát átment rajtam egy gépjármű, igen. Az szarügy. Hát Szlovákia ezt is intézze. Kicsit betöltöm. Ahogy akkor ez egy kicsit fájdalomcsillapító. Nagyon fossza, és akkor szépen bekötözöm. Maga tényleg érte dolgát. Hogyne, én még beszélek is közben, sokan nem képesek erre. Hát azért nem várhatjuk el magyaroktól érte, hogy egyszerre két dolgot csináljanak. Hát persze, hogyne. Na jó. Fasza nagyon jó. Kicsit lila lesz hónapra, sőt nem csak hónapra, egy hétig.
baszni fogja a fájdalom, de uh-huh. Ez ezzel jár. Tehát basszak vissza a szót. Juni, geci! Oh, szia Cigmix! Szia Cigi! Hello! Mennyivel tartozom? Juni, 200 ezeret ért az aranyúra, bassz meg! Igen! Nem, amúgy 75 ezeret. Az is pénz. 10 ezerrel tartok, és már is benyújtom a számlát önnek. Ja, át kell nyújtanom a pénzt, vagy... Nem, számlát adok, papi. Engem mindjárt meggyógyítasz, majd ha nem, akkor megyünk. Én nem fizetek. Hallod, de Juni nagyon durva, geci. 50 ezer az alap, azt még felalkuttam neki 75 ezerre, alapból 90 ezeret akartam. Ja, hogy ezeket fizetni kéne. De ez hol vannak a számlák? Ezeket elmondom önnek, ezeket, hogyha nem héten belül, akkor négyszeres árát fogja levenni. Ja, jó van, mert már van nálam 3. Na mindegy, Cigi, én annyit tudok, hogy nekem azért megcsináltad ingyen, nem haragszom meg. Nem. Megint elment a izé internet a szervergépnél. De azt írja izé, hogy készpénz, hát akkor neki kéne átadni. Gondolom én. Mindjárt megyünk, csak most, ahogy látod, a szerver leblokkolt. Nem bírja fődolgozni a helyzetet. De mindjárt indulunk, egy kis türelmet kérnénk. Ki is fagytam. Mindjárt visszamegyünk. De próbáld megnyitni mondjuk a inventoridat, nem fogod tudni. Dík, jó megy a palinak, jó tele van. Milyen izét adtál neki kényeztetést? Házhoz mi? Már egyből lupnád a kuncsaftokat, mi? Azerbajdzsáni Ferike szeretne jelentkezni a frakcióba. Egyből, hogy begerjedt mindenki. És visszaengad egyáltalán a szerver. Nem megy egyáltalán, nem megy a szerver. Az fasz. Ezt is intézte a szolgáltató. Egy órával ezelőtt írták, hogy nekiálltak csinálni az internet kapcsolat helyreállítását. Most baszódott el. Azt írták még mellé a szövegbe, hogy egy tudatlan rendszergazda próbálja csinálni. Valószínűleg a szervergép felgyulladt. De reméljük a legjobbakat. Hát várunk egy kicsit, hát ha beindul. Na már... Mehetünk is vissza, most már legjavítottak minden hálózati hibát. Nagyon fasza. Most hát durranhat majd egy cigánybál is a detektorozás után.
Na durranjunk fel. Na, én be is töltöttem, amúgy geci gyors most már betöltés. Faszán működik. Gyorsan betölti a karaktert és minden fasz. Hoppá. Van 2%-os a vas, az jó vagy rossz? Ja, a geci gyorsan megy. Meg is szükítenek kaulákat, eszünk rá kis kakaós. Végre tudok futni, bassza meg. Akkor megint tudhatunk, gondolom, egy lefoglaltig, mert remélem azért valakinek van egy autója a publikban. Szevasz, geci! Milyen jobb faszom? Van kocsid a publikban? Csak igen. Gyertek. Amúgy Juni, te kifizetted a izét? Számlát? Nem. Hát de figyelj, a számlába az áll, hogy készpénz, be kell fizetni. Akkor be kell fizetned, geci, mert négy. Miért? Azt mi van, ha kidobom a számlát? Nem. Akkor csak nem találnak meg. Hát az állt a számlában, hogy izé, hogy készpénzben kell fizetni. Azért megnézem. Rész össze 9, tétel száma 1, összesen 9, készpénz, igen. Pénztáros, pénztár. És mi a többi? Hát ezek már... Hát akkor az úgy van, hogy ezt kifizetem, azt utána adják, de hol fizettem én 15 ezeret, geci? Nem is emlékszem erre. Milyen üzemanyagot tankoltam bele, prémiumot, bazd meg. Hát kidobálom a gecibe. Ezek azok. Elnőső, geci. Hát geci, véletlenül is. Fúj, mi ez az undorító rendszám? Na menjünk bankba. Hát így vettem, most még egyszer csinálják vele. Már itt van egy trafi. Csak itt akkor van gyorsulok, pár, hogy a sírt elvileg itt van 6 darab. Megbaszott a kurva anyját! Hát mennyire? Mennyivel mehetsz 30-a, nem? Hát itt 40, nem? 40? Azt izé, 45-tel grúltam. Mindjárt jövök. Amúgy nem a magyar jogszabályok szerint bünted. Hanem? Hát bazd meg, magyarban hivatalosan... Plusz minusz 5, nem? Hát, szerintem még több is. Geci, még 4, meg izé... 4030 perc. Szerintem, hogyha 40-es a tábla, akkor még olyan, nem tudom, 50-60-nál sem büntetnek, nem? De... Ja, itt Geci, is van egy igen. 71 óra. Hú, bassz meg. Az még 3 nap, bassz meg. Mi, berakták a motozni? Aha, 40 is. Én beraktam 50-et. Én 350 ezeret. Akkor az teheted a családot. Én nem úgy, geci, halljátok? A, most el, most nem. Geci, felrugom, bazd meg. De szerinted, ha rátolatsz, akkor jobb lesz a helyzet? De várjatok, de most eltelt, geci, a fele idő, és 4000 dollár rájött profitba, szóval, hát nem a legjobb. Mi? De... Már jött rá profit? Aha, mert 45, de már ki is tudnál szedni. Na jó, valaki vigye ezt. Nem kell többször kérned. Ja, jó van, bocsánat, nem tudtam, hogy itten ugráljunk. Dick.
fasz autó. Jövök, bassza meg. Na, azt hozz vissza fő publik, hogy lerakjam. Gyere, te vadállal. Hát mindenképpen ezzel megyünk meg, egyszer azzal felmegyünk egy hegyre, azt offroad, szia. Megint megbaszott, geci, hát az előbb mentünk itt ebbe bele. Már megint belementem. Már itt is van egy, mi? Én belassítok át ezt a... Aaaaaaa, Isten farma! Úristen, mit csinálsz, te büdös... Jajjaj, véletlenül is, hát tényleg, hogy rohadjunk ki beled. Geci, kurva jó, szereltem meg a két kocsi. Mi baszott meg? Hát itt van mindent rá. Ez a bazd meg, ez... A főpublik mindenhol van. A jó ég basszom meg téged, hát geci, mi a faszomat csinál? Melletted elmentem 600 kilométer. Jól van, én hívom a pusért, ezt már nem bírom. Hívd a pusért. Láttátok a tüntetésen? Nem. Kiment tüntetni, 15-én. És amikor kérdezték, most nem elkezdett válaszolgatni rendesen, bazd meg én idegesen, nem elkezdett bólogatni. Dik. Ha most fizeted az ellátásomat, faszopó. Biztos, hogy nem. Miért? Ha elzörtöd, igen, a kezem. Lábam, de neked mindig a kezed törik el, baszd meg. Attól mind a két kezem el van törve, de attól még tudok kanyarodni. Hát akkor megütni. Lehet, hogy fegyvert nem tudsz még elővenni. Legyünk fémdetektorozni? Aha, hát meg szép. Csak vegyünk akkor először. Akkor legy saját faszom. Szobd már le a faszra, Markus vagy. Megint megbaszott. De hallod, tőlem már 500-at vont le, geci. Jó tette, meg is érdem, lesz faszopó. Akkor a kurvány van. Akkor saját nyomorodjál. Szobd le a faszt. Ez mi a faszom volt, elnézést kérek? Hát mennék én a telepre, kurva, nagyon szívesen elmennék a telepre. Hogyha egy random kiszállásról nem döglenék meg. Hát igen, a prikézsia engem is elkapott. Geci, ezek meg már lúgtolnak, nem hogy egy mentőt hívnának, már veszik el tőlem a vasat, geci. Ha megnézem, hogy egyáltalán klippeltem, ezzel nem hiszem. Tetszett ez az akció. Fasz, igen. Fasz, igen. Hát ez igen. Hát ezek már egyből intézik, de várjál, van izém, nyom meg a G-gombot, segítségkérés. Elvileg most küldtem segélyhívást, mert amúgy van okos órám. Megvárjuk a mentőt, nem kell ide admin. Reméljük kijönnek. Na, azt hittem elfogadták itt a segélykérést. Én amúgy jogosnak tartom a halálomat, mert cigány vagyok. Megérdemeltem. Ezek meg már kiforgattak a zsebembé, Mare. Na, szerintem megjött a mentő. Még a rádiómat is elveszik ezek a buzik. Há, more! Ezek rosszabbak, mint a Mária telepi cigára. Ez a precíziós cső mondjuk nem tudom mire jó, de mindig van nálam. Mondjuk elvileg most nehezebb az újraélesztés, remélem az ilyen nyebb, itt meg tudnak menteni.
Azt mindjárt csak bezsákolnak, aztán dobnak be a sülyeztőbe. Hát ilyen az a pop szakma, kuruc. Egyszer fenn, egyszer ellen. Na, aztán visszamegyünk a telepre, intézünk a szerelőtere pár drabúra autót. Latyakosba, kecsaposba még érnek. Te kodos bánál, hogy mit csinálsz, kuruc? Most jött értem mentő, vagy szoszi van? Volt nálam a kosóra. Hát az előléptetés az idő és teljesítmény függő, szóval kettőnek össze kell érnie. Majd teszteljük ki, milyen gyakorlatokat tud. De büszke vagyok rád, kuruc, hogy szorgalmasan dolgozol. Nagyon ügyes vagy, meg kell, hogy dicsérjelek. Nemes cigány vagy te is. Most kaják, nem jön mentős. Hát kurva jó, hogy megjött a fizetésem, csak egy kopósóba fekszek, tesó. Hát akkor, hát csak hívunk már egy izét, nem? Admin. Hát írtam raportot, hát a, nem tudom, most van-e RP vagy valami, hát nem látok semmit, meg nem is hallok semmit. Hát addig most írtam neki raportot, ez kilép a szolgálatból. Nézd, meg meglátták, hogy ez egy cigány raportját, ezt már fel is mondtak. Kalapkabát. Azt tudom törölni az izémet, a raportomat vagy akkor hogy van. De kéne nekem amúgy is egy céljem, mert intéznem ki a dolgokat még velük. Ennyi. Már van egy jelentésed. Hát baszki. Azt tudom én ezt törölni.
Hát akkor, hogy 5 perc múlva törlődik, de hát nem tudok újat beküldeni addig, amíg... Nem lehet valahol kitörölni. Hát gondolom, akkor nem. Na mindegy. Hát gondolom... Gondolom csak azt, ugye CM részlegbe írtam, akkor csak a CM megkapták meg, vagy ilyenkor hogy van? Hát gondolom. Hát akkor admin meg hiába. CM meg már nincsen, szóval rábasztam. Hát, baszki. De... Van nálam okos óra, miért nem hívott, nem tét. Nekem tetszik. Nincsen mentős. Előbb, more. Hogy eltűnt a holttestem? Hát még halott vagyok, akkor... Valamelyit ők, aki írjon már egy reportot, mert... De hiába írtam. Nálam vannak a stexek. Van klippem, pont egy a... írtam reportot, de... CM-eknek ment. Jó, de a pénz meg nálam. Vagy a pénzt is elvetted? Hát az pedig fontos lenne, hát itt csődbe vagyok, anyagi csőgökbe vagyok. Írjatok egy reportot a... nem tudom... főadminnak, Gerinek. Elküldöm neki eddig a klippet. Mindegy, elküldtem a videót a Gerinek, meg írtam neki. Na, a Geri intézi, Geri egy jó ember, ezért szeretem őt, tisztelem. Súlyos sérülés, amúgy most nézem a halálok a súlyos sérülés. Konkrétan kiszálltam a kocsiból és megrokkantam egy életre. Visszaírta Geri, azt mondta intézi. A rohadás. Kajak, rám húztatok egy gyors kötözőt? Dankeschön. Á, nem, a faszodat nem. Hát basszom ki a gyomrotok. Persze, még fussak el a... Addig veszek egy fémdetektort. Fém, fém, já itt is van.
Hát amúgy is el kell mennem a telepre, el kell intéznem valamit. Szia! Hozott innen, Csuni. Aha, már itt eljöttek a testvérek, köszönöm szépen. Szia! Ciao, ciao! Mi ez a ruha? Szerelőként jössz ide? Hát azért elveszem róla, ami nincs, hát jó. De hogy tudod lemenni szerelőbe? Nem hát tudom, de amúgy működik. Szerelőbe tudunk motozni mindent, nem tudom, hogy egybe veszi a kettőt. Aha, oké, köszi. Ciao. Na vigyél a telepre, intéztem új munkásautót. Na menjünk. Upgrade-eltem. Csak kihívunk egy ilyen izét, egy ilyen őrült isten. Mit upgrade-elté? Olyan szerelőautót, hogy szívetek leszakad. Mert ilyen jó dolgoztok, ilyen jó dolgoztok, megérdemlitek, látod? Akartad mondani, dolgozok? Hát azért a többieknek is itten látod azért, amikor ott vannak a telepen, rendesen, csak tudod, hogy fel kell osztani a munkát. Ja, 0-24-ben kuruc, többi napokon ők. Hát mure, a vasot is hozni kell, érted? Ha van nálam egy arany, az a megecit lehet kezdeni. Nem tudom, a Pityó az eladta az óráját, az 90k volt, vagy 75 azért. Hát de az óra, de bazd meg nálam, egy sima aranyrúd van, geci. Nem tudom. Te tudsz ilyen izét imád küldeni? Persze, küldjek? Ja, izének a Krajzénak. Cigány mendőrkésnek. A Krajzénak, ugye? Hát a Krajcárnak. Mondd neki, hogy frakcióügyben keressük. Nem, ma megint kifagyott a szerver, vagy miért nem tudok mozogni? Bocs szép, bocsánat testvére, bocsánat, az nem, de hirtelen felindulás volt. Tudod, nekem ilyen kitöréseim vannak. De lenyugszok, ígérem, hogy le fogok nyugodni. Írtam egy olyat, hogy frakcióügy, Juni keres frakcióügy miért. De nagyon jó ember vagy, Kuruc, nyaljam ki a füledet. Ja, akkor kezdjed el. És állok ide. Várjál, álljál meg. Álljál meg. Tessék, elkenem benne, hogy jobban érezd magadat. Ó, kösz. Na, ezt. Hopp! Egy bőbe vetted. Várjál, van jobb is. Kitalálom, fordított verzió. Tehát akkor, hogy te büdös buzi. Nem, amúgy van ennél jobb is, gyere ide. Na ez. Ez, geci, ez mindent visz. Az igen, most kit baszít? Téged baszlak. De várj, van ilyen is. Most mondjuk az nem tudom, hogy álltunk egymásra. Háttal basszuk egymást. Lehet mondjuk. Ufók vagyunk, bassz meg. Aha, nem tudom, szerintem ez nem a legjobb. Szerintem a faszod átér körbe. Hát bazd meg, akkor a bazd meg, hogy itten körívet kell venni. Ez mi? Ezt nem tudom, mi? Ezt fogadd el? Ja, hát. Bocsánat, én kérek elnézést. Amúgy jött egy segélyhibás, de már jöttek rá a HK-s esek. Menjenek. Ezt fogadd el. Szevasz szép testvérem, te blágyom meg. Na szóval van ezzel. Ez mi a faszom? Ja? Menjünk? Hát menjünk, bazd meg. Hát figyelj, egy jó event, az mindig jó. Hopp, úgy, azt mit kell csinálni? Hát csatlakozol, beírod azt, amit ott kell, aztán majd gondolom jönnek az ilyen dolgok, azt válaszolnod kell rá, ja. Vagy ott írja. Jó kis hát, eventecske. Közben tudok szerelni is. Hát csak megnyerjük, baszki, csak megnyerjük. Most 20 000 vagy 200 000 a nyeremény? Az 200. 200. Jó van, cigány vagyok. De nekem nem jó az M betű. De jó. Nézd. Áh, nézd, mint az úrnak ruhánt, tehát aha. Na, most már hagytam nyitni a zsebemet, mert most már jó. Csak valami az erőbb beragadt. Na. Na.
Távész baktáló, muroplentes tvéremsz. Csak szerelés kérdések legyenek, és akkor meg... Persze. Fölezünk. Hol van a katalizátor? Fölezünk. Hát ahhoz nyernünk kéne, legalább az egyikünknek. Hát amúgy tényleg, jó lenne. Pénz az mindig jó jön. Hát hogyne, így is csak 133 ezeren van. Mikor kezdődik? Hát gondolom, hogy mindjárt jön a izé. Okay. Biztos csatlakoztunk. Neked is eltűnt most már? Aha, de nekem beírt, hogy csatlakoztam. Jó, hát nekem is valamit kinyomott. Amúgy válts be majd a pénzed. Mert lassan eltűnik a forint. Azt mondták nekem. Kicsoda? Ilyen nagy emberek. Na, bazd meg, nem tudom, én nézem azt a izét, geci, hogy hát, ha valamikor jobb árfolyam van, vagy valami. Hát most jó az árfolyam. 1200 volt, bazd meg. Igen, 1280. Hát de bazd meg, az nem fog lejjen menni. Jó, mondjuk én 1210-ért váltottam ma. Hát az még a jobbik eset. És majd a kamatomat kül megnéznem. Na mi lesz már ezzel, kezdődik? Hát nem tudom. Következő kérdés hamarosan, azt írja. Mit ír? Következő kérdés hamarosan. Mi az, hogy követ? Hol írja? Hát, té, aha, jó. Amint a hud alatt találtok. Mitivel? Hát de nincs a hud szóval alatt semmi. Kérdésére. Amit... Hát, én se látok még semmit. Lehet, hogy mindjárt jön. Hibást választottál meg. Nem is láttam semmit. Hát de... Ez... Vagy melyik hud alatt, vagy mi volt, hol? Ott jobb oldalt volt valami szar, de... Hello, szart se láttam. Hát ez az, hogy most akkor... Ah, jobban kiestünk. Na mindegy. Hát de nekem meg se jelent. Erre vártunk. Nem is láttam semmit. Vagy nem tudom. Na mindegy. Főhívom ezeket a bánatokat. Ja, majd a számodat add meg. Mindjárt dobom. Kussoljál már Oxevent ezünk. Szavasz. Apát faszát. Ez mit? Ők nyomják, ők látják. 15 másodpercetek van válaszolni. Hát gondolom, akkor mi már kiestünk. Na, akkor átdobom a számomat. Írod? Várja. Szólj, ha mondhatom. Várja. Mondhatod? 255. Igen. 509. Nagyon jó. Csak diktáld be, mert így nem tudom elmenteni ezt a fos. Eljössz velem zére? Segíts hívásra. Nem bírom elfogadni. Jó van, gyere elem, gyere velem segélyhívásra, elfogadom gyors. De nem, azt nem bírom fölvenni ezt a szar telefon. Hát mert M betűre gondolsz. Hát tudom. M betűre. Twitch Lil Sub. Na jó van, gyere. Várj, visszahívom. Szia, Juni. Szevasz, szólj. Szia. Hát hívtál, basz meg. Hát igen, hogy megyünk el akkor fémdetektorozni. Ja, menjünk fémdetektor, ja, itt vagyok a garázsba. Mi megyünk detektorozni, mennyi dolgozzá. Na, kiveszem a titánt, jövünk az Ionnal. Majd a kocsit intézem. Jó, hát de jó ez a titán, nem? Nem azt mondom, hanem szerelő telepre vettem új autókat. Dik. Hát nem tudom, nekem semmit be se adni. Jó, jövünk, mindegy. Leteszlek már olyan izét, basz rám. Jó van, szevasz. Azt írta, hogy 15 másodpercen van. Hát mondom, megyünk fémdetektorot, te mennyi dolgozzál? Hát de majd utána. Na, gyere el. Na, mit akarsz? Hát gyere el. De jönnek ide a többiek. Jó, akkor... Majd ti sadnak. El ne üssé, szevasztok. Na gyere, nézd, csak szereztem neked egy ilyet. Ja, van nálam. Ó, oh, na ne baszd, én te is vettél, vettem mindenkinek, geci. Nem baj, jó van ez. Találtam nálad ilyeneket. Ti tudtatok játszani ezen a izén? Eventen? Igen.
Nekem nem adott be semmit. Jobb oldalt ki kellett nyitni, mint a fogyatékos. Hát a bazd meg, hát tudta a faszom milyen kicsi. Hát mondjuk igen, ez egy nagy szar. Most én arra gondoltam, bazd meg, hogy itt felugrik a pofámba. Mi is arra gondoltunk, aztán egyszer random pont akkor nyomtam rá jobb oldalt, mikor volt a kérdés, ez tök jó volt. Na jó van, menjünk. Várjál már. Hát én megyek városba. Hát. Ja, jó van, jó legyél. Valószínűleg. Nem tudom. Hát még jövök egyet igazából. Megnézem én is már milyen ez a detektoros geci. Akkor tengerpart. Meg... Ó, ez a büdös szűzbe akar. Főne kapja. Aujjaj. Jézus szent szűz, szasza, mit csinálsz? Azt mondja, fönnök. Azt figyeld, felakadtunk amúgy nála. Hogy? Nála fel voltunk akadva, mondta, hogy felakadtál, ez geci repült utána. Hogy is. Mondom. Amúgy piros a check engine, lehet majd meg kéne javítani. Menj vissza, mondjad, akkor össze javítsa, meg kifizetjük azt, hogy ha megjavítja, kell menjünk a gecibe. Nem jó, előre fogja kérni a pénzt, majd én megjavítom magamnak. Ja, igaz, okos cigány már. Meg kurucnak nem adok pénzt, az az. Menj a tengerpartra. Aha! Jó napot! Ja, megnyomta az életet. Jött hogy a halszállít. Felborítani egy penzon, geci. 151, geci. Hallod, már elment, geci, egy ezres a izé trafik miatt. Kussai már. Ó, geci, majdnem te is neki mentél annak a zöld gecinek. Ó, fék meg nincs. Aha, fék tényleg nincs. Az a gyengéknek van. Persze. Hát, lába is, te faszopó törött lábú, geci. Már nem jó. Jó, megszállsz a kocsiból, meg elfúj a szél, meghalsz. Ott is meggyújt, ó, mi a fasz? Ezek a táblák szarok. Geci, úristen, ez hogy történt? Ó, geci, szaladjunk. Gondolom itt nincsen se publik, se lefoglalt. Nincs. Ez hát, hogy van-e itt kocsink? Mondom, várjatok. Kuricet. Van itt egy lefoglaltak. Ott egy lefoglaltak előttünk. Följövök már rádióra. Biztos ez a Freki. Aha. Ezen vagytok szosz. Te ki vagy a mucia? Szabad kérdeznem. Apád. Na, mondjad ki a gecim vagy. Te mit dudálsz nekem, kikaplak a kocsiból? Faszok. Na jöttök a tengerpartra? Hallod, Juni? Gondoljatok már ott a H betűre, mert fönnakadtatok nálam és nincs nálam vonóbrog. Kurva gyors. Tedd le a kocsit. Hát de, izém vagy, geci. Úton. Csá, kutya. Szevasz. Segélyhívásra. Volt fix kártyája a Krisznek. De jó megy. Anyád, mások is vannak itt szerintem Game Detector. Rozni. Nem, az a horgásznak, nem? Szerintem probléma. Addig mennyi a horgásznak? Amúgy nekünk is ezt kéne. Hoppá, lőkapom itt. Game Detectoromat. Tiszta punci mágnes. Anyád, ha itt zöld, akkor mit kell csinálni? Hát akkor ki kell ásnod, gondolom. Ott zöld, na már megyek is lopok. De hogy? A faszodat. Csak szaladjáljátok körbe-körbe. Hoppá, itt már kezd jó lenni, hopp-hopp. Hallod, a te autóotokon nincs egy faszom kötél? Amúgy. Juli. Na valaki. Geci az enyémben meg nincs vonóhoz, mert geci mondtam, hogy álljatok meg, mert nem... Jaj... Bőjön meg. Csatlakozz... Most se fogom látni, szóval nem. Ott van a jobb oldal. Leg. Köszi. Aha, lerobbant. Juni, kéne egy kis segítség. Lerobbant a jár... Meg. De, geci, gyertek már, hát.
Geci, ne csináld már ezt, ha foglald le azt a szar. Faszomat, hogy mindig földobja ezt a geci. Azt elmondod, mi a gecimmel megyek? Ha? Nem érted, hogy kint... Bás... Mennyi bajotok van, hopp. Hát, bazd meg. Gyertek már, vagy valaki. Most nem bírok beszélni, bazd meg, mert ez a szar. Pitty, így pittyeg, és hogyha itt elkezd itt már, nagyon olyan, akkor itt kéne ásni. Hopp. Előveszem a kis lapátomat, itt elkezdem kiásni magamnak. Hát geci. Ne szűzködjetek. Ez egy faszapó. Jaj, de itt a Karib-tenger kalózai kincse. Mora itt egy nagy láda, bazd meg. Hát geci, egy konzervdoboz volt benne, bazd meg. Helyes választott. Na nézzük. Tiszta hideg-meleg játék, bazd meg. Kutyáim. Már kaptam M4A4-re, vasz, trafta a lapácsot. Hopp, itt van valahol. De mi, az előbb már kiestem, már volt egy. Nem figyeltem. Kacat, az mi? Hát gondolom valami jó szar dolog. Hm, hoppá, itt is van érzelmekbe, bazd meg, itt lesz a fekete gyöngy. Tiszta cigány skillek kell ennek ide, baszki. Dik egy kacat, ez egy felni, basz meg. Az úgy konkrét. Na hát nézzük, merre kell menni. Nem. Itt már, hát, itt már kezd jó lenni. Hoppá. Valahol itt a kocsinál van. Remélem a kocsi rajta áll. Hoppá, nagy fa. Pont nem álltunk rá, baszki. Azért bebaszott volna, hogyha rajta állunk. Szevasz, tesó. Már basz a rádió, majd megcsinálom. Dik, műanyag, műanyag. Hát majd összedobjuk a végén. Ja, hát én már nem maradok sokat, csak az. Hát ez a vérembe van, bazd meg. Erre születtem, fémdetektorozásra. Hát, geci, túl jó vagyok ebbe. Hallod, Juni, ilyen gangpisztoly szájnot kaptam, vagy mi ez? Az jó. Ilyet, geci. De már ilyen is van, minden van. Az a jó. Horgászni kell majd még. Van egy régi cipőm, de jó. Odaadom majd Bálintnak olyan születésnapi ajándéknak.
azt most hova dobta? Na, itt már jó. Azt te mondtad, hogy itt fenn van, bazd meg. Tisztelet. Mi van veled? Miért vagy egy kifestve? Hát jó is lenne, ha festék lenne. Elmondjuk végül is, kellene. Végül is hát, az mi, is van benne. Mi a faszom? Milyen sápad vagy? Mi a albino? Hát testvérem próbált ki a humánnak az acetonos tartáját egy pár percig belemerülve. Ja, hát ez nagyon szar lehetett, már megsajnálom. Valahol itt kell adni, itt már, hopp. Hamara itt elkezd egyszer csak izélni, igen itt, erre talán. Hol a gedvába van? Na azért mondom, bassza meg. Ott egy fémdetektor, jól látom, bele van állva a földbe. Az fasza. Ez valamire jó lesz szerintem majd még nekünk ez a kártya. Arra figyelj, hogy elférjen nálad. Ja, hát biztos elfér. Lesz valahol a kincs. Itt valakit már félpofoztak. Ott is van. Megpróbálok csatlakozni megint, de hát... Vas, na az fasz a dolog. Dik ott a izé. Lezárták. Én zártam le, de balfasz vagyok, geci. Bezártam azt a fost, annyira nem értem ezt az új rendszert. Nem tudom, én leszoktam RP-zni, de amúgy lehet, hogy a szabályzat nem tiltja. Na, hát túl jó vagyok. Hallod, bazd meg? Mivel? Nyitottam, hogy tudod, egy ilyen nagy imád, bazd meg, azt véletlen bezártam. Amikor már írtak, hát mindegy, majd írok neki máshol. Geci, elvileg így zöld ez a szar, de nem bírom izelni. Na
Na merre leszel? Itt már sárgul. Nem jó. Hopp, itt már nagyon, hopp, ott is van. Na jó van, jó van. Megy ez. Precíziós cső, ez valami gyártáshoz kellhet talán. Rossz az irány, nagyon rossz az irány. Na ez itt már defi-defi. Amúgy nem tudom, vázd meg. Na mindegy. Ásom itt a magamnak valót. Írok addig gyors. Bíznak. Na nézzük. Merre menjünk? Itt, hopp, telibe. Üres töltény hüvé, hát ez mindig jó. Itt hát erre lesz. Nem, hát ezt jól beszoptam. Ammónia. Az jó. Metezés az a legjobb dolog. Jó, gyors volt. Pityesz meg ott futkos. Fasz a dolog amúgy ez a detektorozás. Horgászni is akarok, még ezt mindig szerettem. Na várjál, Pityu van, akkor csinál. Akkor hozz ki a faszom.
A Junior majd, ha tele vagy, akkor bassz be a titánba, és akkor majd izé lepakolom. Jó, van, még van 4 kilóm. Jó. Na, mi az irány? Na, ez itten már jó. Itt már kicsit gyengül. Aztán volt ilyen felhívás, nem is láttam. Nem figyeltem. Vagy ez még ugyanaz a kör? Hol vagy már, bassz meg? Hoppá. Valahol itt kell pedig lennie. Ott is van, bassz meg. Nagyon nyugjuk. Műanyag meg vas kell nekünk a legjobban. Hoppá, hoppá. Meg is vagy. Ez nem jó. Hát akkor talán erre. Még pirosabb. A kocsiba van. Dagadék. Te még itt vagy, faszapó. Na, meg is van. Hát ezzel a konzervdobozzal elvághatom a torkomat konkrétan, amit ér. Sajnos nem sikerült, de a régi cipő lett, úgyhogy ezt megkaphatod. Na, az meg elromlott. Ilyenkor fölütkös fel vágni. Né, fogd be papád. Oda. Tessék.
Gotcha. Nem. Ott is van. Horgászatra kíváncsi vagyok. Nátrium benzoát. Ez egy jó dolog. Köszönöm, hogy a Nightcore Team Deathmatch veszi kezdetét. Tényleg az Airsoftot még nem teszteltem. Na, Juni, mehetünk darálni. Igen? Szétkapjuk? Aha, Team Deathmatch. Akkor megyünk. Na, akkor menjünk. Menjünk már most. Hallod? Most, de hát még van időnk. Elég, hogyha ha 35 kóda megyünk. De induljunk el most. Hallod? Minek? Miket kaptál? Eddig van nálam egy darab műanyag, egy darab vas, egy dolgozói kártya, egy régi cipő, kettő nátriumbenzonát, üres töltényhüvely, meg egy keramik pisztolyra vasz. Ja, meg négy régi konzerv, egy kacat. Meg ammónia, 7 darab. Hol a faszomba van ez? Erre izére kíváncsi leszek, mi lesz az Airsoft, még nem próbáltam. De azt mondják, hogy faszán meg van csinálva. Ezek a pisztolyra veszek, ezek jók, még hogyha nem is lehet főhasználni, akkor csak be lehet olvasztani, vagy valami. Hát látod, hogy fent vagyok, tesó. Megyünk izére, Airsoftra. Hát csatlakozzá hozzánk, azt megyünk. Jön majd a kuruc is. Menj oda, mindjárt ott vagyunk, mindjárt megyünk. Hámora nem adta ki. Hallod, Juni, majd egy 30-kor induljunk el, jó? Jó, jó. Hoppá, most van zöld, hopp. Számomra tiszta kalózok vagyunk. Tiszta Sea of Thieves. Na mondjuk ezzel a kacattal nem tudom mit kell kezdeni, hát bevisszük a mély telepre.
Remélem nem a zsaruk jönnek. Nincs semmi engedélyem. Mennyi van a zsebembe? Ezek a jó dolgok. Szerv, dika szerelő. Ez már a romlott vas. Elkezdett bazd meg izélni. Szétrold a vas a kezembe. Rozsdásodik, mint a kurva élet. Dik az mit csinál? Vízimentőnek érzi magát? Fasz a kis dolog ez a detektorozás. Össze lehet vele szedni a dolgokat rendesen. Szóval dolgozok, bazd meg. Az vagy te buzesz. Mit csinál, more? Egy perc, aztán indulunk. Kíváncsi leszek erre az airsoftra. Craft kalapács, ez mindig jó, ha van. Ezt kiszedem, aztán indulunk. Jó, van az úgy. Na szavaztok, mehetünk. Pakolj be mindent, ami olyan, Juni. Ja, várj akkor. Zik egy százas. Juni, te nem bírsz kiszállni a kocsiból. Hát elindult előre, meg vissza, bazd meg. Nem indultam el vissza, csak lefékeztem. Berakom a vasokat. Jó, majd a Journey-be lerakom minden utána. Ez megint meg fog halni. Mi? Fogd be a pofád. Van ilyen dolgozói kártyám, az biztos jó lesz valami, ezt is berakom. Négyet, bazd meg aztán... Kuruc addig jelölt be az Airsoftot, az ott, nem? Jó, mehetünk. Airsoft, jó. Menjünk, már van 9 percünk odaérni, nyomjad, nyomjad. Hát, odaérünk 2 perc alatt. Jó, de azért nyomja csak, na. Ja, túl messze vagy, gecink, közben kapom a fénydetektoros izéket. Ez mit tud erre? Kitépom úgy veszi, hogy még a kezeibe van, vagy a kezembe te van. Te kell raknod. Lehet, majd így fogunk, de remélem azért normális 3v3 lesz, srácok. Nem ez 3v3 lesz? Hát lehet ránk küldenek egy 8-as tímet. Hát jó van, geci. Abba kilövök 4-et én, abba kilövök 4-et én, Pityu 4-et, Juni semmit. Mi az, hogy semmit faszapok, kilőlek téged. Hát tőlem ja, lehet hát, is, hogyha ilyen családapákat kapunk ellenségnek. Hát geci, ha nem ilyen 8 éves kidókat, akik izzadnak, beakadt a szemem. Az a Lacó. Az a Lacó volt itt valahogy. Geci, jó sokan vannak, bazd meg. Hú, beakadt a szemem. De hogy is. Szállj már ki, geci kuruc. Szevasztok, szevasztok. Itt a sor. Szia, szia. Na, ezt mindjárt bannolják megint.
Az fix info volt. Aha. Ez ki mondta? Melyiket? Krucz, menj már innen. Geci gyerek. Mondom, itt mindenki egy nyomulék. Ti. Köszönöm. Köszi. Anyádat tulakodjál, pityúj geci, szállás. Ebbe meg én. Jó, van már csúnya kurucz, maradj már csúnya. Jézus piszt. Aj, de csúnya vagy, halljál éhen. Hallod, kurucz? Nem hallom, süket vagyok, bocsánat. Már nincs farsa, nem kell bósznak öltözni. Jó van, menj már kifele magadnak. Na, szia. Nem kérdezett senki. Ott egy autó, mennyi kösd, de azt keresd meg, hogy ki a faszom kérdezett. Nem tudom, ki könyörögte vissza magát. Nem. Hova? Komi nagyon sétál. Figyeljétek. Nagyon sétál. Amúgy sor nem akar egy picit előrébb menni, mert ott van szerintem egy 2 méter lyuk. Nem. Covid van, bazd meg. Nem lehet ezt a 7 perces múltat fölhúzni az kurucra? Nem. Az a baj. Mikresselt a haver, aztán izi, aztán őt várjuk vissza. Ja. Jó. Csak nyugodtan. Dika pizza futár. Elgeci, ő is jött. Megjött a pákember, bazd meg. Jött Eventere. Aha, jött DM-ezni. Megjött a pizza forte, geci. Hozott pizzát. Justin Bieber. Göttem. Szarna is a nyakad. Hallgassam már. Mi a pa? Nem tudom. Szép. Ezek agyhalottak amúgy. Há, mint te. Úgy? Tényleg. Ádik. Na, beszállok már én is. Mondjuk, hogy nyom. Part neki. Ike, Juni, állj már le! Juni, álljál le! Letáncollak titeket, geci. De várj, ez most free for all lesz, vagy mi? Mert team deathmatch, de akkor hányos izék? Hányos csapatok lesznek? Nem tudom. Igen. Jó. Juni, gyere ide! Gyere ide ki! Egy picit! Mi van? Ifim van a Peti is. Hát, ha még kell egy extra ember, akkor lehet hívni. Peti talán még tud is lőni. Szevasz, Giulio. Szevasz, testvérem, melyik vagy? Mi a faszom van veled? Itt állok, he? Menj ma oda. Szevasz, tesóm. Na mi van, szosztolás a sávok? Minden stabil veled, tesóm. Úgy nincs nálad víz, pityú. De van. Hagyjál már. Mi van veled, cigó? Neked baszom, bazd meg a késemet. Az is jó, bazd. Gyere, köcsög. Nekinek nincsen köcsönben egy vízre, hogy bármi. Köszi, köszi. Mi van, geci, Juni? Valaki hívja a Petiteknek, megvan a szaláma. Szerintem senkinek nincs. Nekem megvan, nekem megvan. Jó estét, sorba, jó estét, sziasztok. Tavén, tavén, tavén. Ő az egyetlen, aki Daisy mellett, aki be van írva normálisan. Na, az szép. Manál. Mi? Nem basztam. Hát... meg tudom érteni. Mindjárt sírok eskü. Vedd el a rangját. Mi? Most az önnek. Hát, kérd le róla. Kérd le róla. Nem kéregetek, én cselekszem. Ja? Akkor cselekedjél. Na, de akkor vedd is le róla. Kussolj má! Nem tudom már. Dupla V. Hogy basszol, lalo? Járj. Tudod, ugye? Tényleg? Valid. Az valid. 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 Valóban. Akkor most közé. Azért komoly dolgok mennek itt. Na meg húznám a lobancát, annak a fejére jönnek. A lobancát, mindjárt akkor hozom uram. Túl büdös van itt. Mennyit arra az úr? Megyek. Hát, már nem fürödtél már 3, hát azért büdös. Azért meghúzom neki a haját. Szerintem megjött a Peti. Van rá esély. Hol van? Mögöttünk most jött szereli autóba, bazd. Ja. Aha, az a Peti lesz. Aha, kaptam egy ide darabos gyere, kokain. Kokain van a kurucnál. Aha, most kaptam, geci. Mi zó van, Petikém? Bízd szónak, ott hátul a csicskáid. Nem azt mondtam, hogy sípolós. Család. Jaj, de itt a izé. Mikrofon fejű. És mit lehet csinálni a kokainnal? Tessék, megkapod szállást. Fődugod magadnak.
Hát, nekem itt nálad agassod ezt. Hát nekem nem. Tetszik a szemüveget, Petikém. Vagy ez is sokat ér amúgy? Nem. Tetsző. Nem hallunk téged. Nem hallunk, Peti. Nagyon nem. Mindenki azt mondta, milyen csúnya. Melyik volt? Szájbogaszom. Apityú. Márkorút. Én nem is mondtam ilyet, ez rágolom, ez aljas rágolom. Azt mondtam, hogy te maga vagy. Igen, hallunk. Nagyon jó, annyi a lényeg, hogy eljött a kötössével, jó? Egy csapatban na, öt ember lehet. És ha csak négyen vagyunk, az baj. Keressetek egy ötödiket, tök mindegy. Ki jön ötödiknek? Álljunk meg itt, álljunk. Gyertek ide. Gyertek ide. Gyere velünk, gyere. Gyere velünk. Jó vagy. Lőni tudsz, glitchról megy, ilyesmi. Na jó, ne bántsod már, bratya, ezt én elszívom ezt a kokaint. Megkérdeztem, geci. Nem lehet elszívni. Csak minket ne lőj, és jó lesz. Nagy fejbe 2500 Counter Strike-ba nem lehet semmire. Hát itt nem nagyon. Ez a baj, ez itt a baj, abban van rutin. Mondjuk, de lehet jó lesz ez. DM szervere másfél és KD-n van, csak úgyhogy csak 98% hatchet-től. Peti, de akkor ezt itt is mutasd meg, jó? Nem DM szerveren. DM szerveren. DM szerveren nekem is egyes a KD-n, vagy 1,2. Jó van, Pityú sokat a darabosokkal, jó, hogy visszaadtad. Micsoda? Ez igen. Jó, hogy visszaadtad a darabosokkal. Ne? Hallott, Peti? Most kérd. Peti, neked milyen crosshair-ed van? Bocsánat, most rakom be a cikket. Ja jó, mert én is, Geci, még voltunk izé fémet detektálni, addig én is layert kerestem, ja, bazd meg a rizsit. Ja, nem. Nekem crosshair FX-em van. De, hát de, amúgy nekem is crosshair FX-em volt, csak izé, jó, inkább layert tettem be. Hallott, Peti, kérd? Mert ez nem látszódik videókon, igen. Mi, dehogy nem, hogy ne látszódni? Hülye vagy, az én nem látod, se Oszkén Geci érdekel, amúgy meg. Hát amúgy meg kit érdekel? Megkaptuk az új egyediket. Igen? Négy darab, aha. Hogy érztek magatokat? Most még az érdekesíti, hogy az a kert ide jöjjek. Mi van? Hát bazd meg, a lefoglalatban van még. Ja. Na amúgy én ezután megyek. Mert én nem azért, mert hogy izé... Hát azután mája lőjük. Csak, vagy holnap, te vagy holnap, vagy Petikém. Holnap lehet izelni kéne. Ma, még most holnap. Vagy mi? De átnézem itt a Papp Péternek a ruházatát. Nem nézd át, mert cyberuglak. Van nála nyújt szendvics, ti kólát ellopok egyet. Hallod, kólát ellopok egyet, mert nincs nála. Megnézem a kurucot, ellopom az aranyrudát. Na, azt add vissza. Azt mondjátok, hogy mit lehet felcsinálni, van 79,6%-os. Elvileg le lehet adni valahol, ami itt ér valami. Peti, tudok pörgetni. Be kell olvasztatni. Tudtam. Hát nyitottam aranyúrát, 50 ezerért mondta a Pali, hogy megveszi, felalkuttam 75 ezerre. Jó, na cigány. Mondjuk először 90-et mondtam neki, de mondta, hogy 63, mondtam, az nem jó. Odaadom 50 ezer az aranyat. Várjál, ma elmen. Bazd meg egy vásra. Bevont. És 90 füzetet nekem. Alig hallottunk, de amúgy azt akarta elmondani, hogy bevontatott egy autót. Sajnos én ezt nem fogadhatom el. Bocsánat, akkor bocsánat. Én elfogadom, fia. Jó, elfogadom, nem vagyok geci. Én is. Na, se tudom, mi legyen, szóval elfogadom. Holnap, hallod, Peti, megnéztük a tequila lát, kurva jó néz ki, holnap cigányban. Engem is elvisztek majd oda? Nem. Aha. Magát is, uram, holnap tequila lába cigányban lesz, várjuk magát. Konkurencia, konkurencia. Hát attól még a cigányban, még meg a cigány? Az aranyjal mit lehet kezdeni? Gyertek Discord, mondták, hogy lehet discordozni. Aha, MG, MG, gyanú. Szia, az aranyjal mit lehet csinálni? Behívom magam. Mi a Discord neved? HK-snél vagyok, a nemed, bocsi. Mennyit adsz érte? De van izé, közösségünk. Ja, nekünk van izé, közösségünk. Mennyi? 10 dollár? Na jó. Ha megmondod a Discord neved, akkor behívlak oda. Te. A nemed, bocsi. A HK. Nézem egy pillanat. Mi? Na nézzük. Meghívjuk izére, Gypsylandre, a legkomolyabb hely. Bazsi. Kinyomom ezt a közvetítő módot gyors Discordon. De sok Bazsi van, bassza meg. Megpróbálom a rangélésbe, kikap. Nem tudom, izé. Van valami még a nevedben, mert 80 ezer basi van. De az a probléma a Lux Knight, hogy én már három. Gyere arra, mert hangos ez a buszi. Most mond. A nemet, basi. A? Nemet,
Szia, Crazy. Nézem. Bábel vagy, meg vagyunk a te... Na, itt van. Na, megvan. Csak annyit hallottam, hogy Bazsi. Na, átdobtam. Kurut, gyere. Kurut, gyere ide! Kurut! Gyere ide, Kurut! Kurut! Megyek már, geci! Faszom! De nem most ütögessétek egymást, eltörjük a kezet. Na, szevasz. Az, hogy a szőke nincs velünk. Ja, hatalm vagyunk? Nem, hogy lennénk hatalm? Most mondja, Komi! Oké. Még beválasztott ide egy palit. Ide értő, Komi azt mondom, hogy ti így vagyok hatalm. Csááá. Szia, én húztalak be. Csak mondom, szólok, hogy azért tudjátok itt a rendet, mert én húztalak be. Nem. Tényleg kéne emgézni. Rácok. Emgégyanus. Itt ennek mondom. Mi a Discord neved? Ferikém. Discordodat baszast. Micsoda? Ne lesz, hogy már belekurcs, alig hallom. Itt van, uram. Na. Mis a két oval. Rövid. És nagy M. Kösz még egyszer egybe, gyorsan. Egybe, egy kicsit hangosabban tud beszélni. Mis-o. Mis-a. Két oval. Mis-a, nézem. Rövid-o. Remélem, ezt már jól hallottam. Gyászos kezdés. Nem tudom. Hallod, nem tudod? Mit mondott ez a gyerek? Mi a neve Discordon? Nem tudom. Nem hallottam. Kérdezze már meg valaki. Egy új csapatot fogunk alkotni? Ja, hát akkor kicserélnék, mert többen vagyunk. Bocsánat, én velük vagyok el, az ők nincs Feri, velük. Feri, akkor Feri. Ja, van. Itt menj már Komival, léci. Mi Ferinek hívja? Arra Feri Komi bátyjával, aha, bemutatkoztam neki, Horváth Feri a neve. Bazd, mert majdnem elvittek más csapatba. Zerek Horváth Feri. Geci, mint az ukránok, bazd, meg azok is így soroznak, így elhívnak, az bevasznak aztán a izébe. Fehér kamionba, vagy mi az jó, egy kis furgonba. Azt ennyi, hopp, mész frontra. Free V-bug, gyere! Kivéve a fejbe löped magad, akkor nem mész a frontra. Vagy elmész a frontra, és ott csinálod. Az is egy opció. Mikor indul már, mert amúgy én még mennék? Lassabb, majd hogy így hát egészkor. Hát, hogy nem bízunk. Nem tudom, de szerintetek egyszerre megy mindenki el? Vagy ilyen nézé, kettő csapat egyszer? Kettő. Szerintem azért, de nem, de öt csapat van csak. Négy, mondom. Csak ha nem tudom. Többi az admin, nem? Hát az nem, is... ott ül, egy, kettő, három, négy, öt. Bocsájátok az ötödik csapatot. Jó, de megy két menet, és akkor... lesz... akkor lesz egy-egy győztes, érted? A két győztes megy egymás ellen, azt akkor van az utolsó. Hát ez meg csapat. Az igen, hát az automatikusan harmadik lesz. Hát vagy akkor beküldöd azt, aki nem volt középre, berakod azt, aki még nem játszott. Airsoft játékidő 10 perc. Szolírják. Az elebb jött az infobocba. Ja, akkor viszont 10 lesz. Akkor ez szerintem respawnos. Ja, időre megy respawnra.
De nyertünk, ez easy win, ez easy win, ez beszopták faszt is. Ez geci, megölöm az összeset. DM-be kurva jó lettem azóta. Főleg, hogy be van húzva. Egy pillanat. Adják ide a humán pályát, azt én kifalszom. Nem, 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 humán. Főleg, hogy be van húzva a Norek. A Norek geci. De ne kezdjétek már. Valaki rakott a Bazsira a server mute-ot, most vettem be róla. Nem tudom, Gyuni, gyere le. Szinti meg a látszó, ennyit van a stream pluszba. Hagyjál, ne baszd meg, és akkor játszanak. Szerenyi. Engem is hívtak, csak most aha, játszunk basznak, itt. Ott basznak, aha. Attól félek. És kiscreenelem. Elküldöm. Elküldöm DNS-nek. Nem azt is kiscreeneljük, amikor ott a Dezsőbe volt egy szobában, Dezső utána megfájlalta a faszát. Jó, de mi basztunk. Ja? Probléma. Igazából te fogasztál. Egyetek, igyatok, nagy éhendögőjétek. De nincs nálam kaja, meg pia. Geci, én még el vagyok. Az az agyhármat tudok adni, kuruc. Ja, nem, az van, mondjuk. Na, van nálam az a csoda event. Tudok adni vizet, ha kell. Ah, thank you. Mondjuk azt én is elfogadom. Kinek kell? De geci, téged fűke, vegyelek, geci, 400-ra, mert no hulling embert. Ú, de jót finganom kell, várja. Ha megint beleszarsz a mikrofonba, kibaszlak. Nem bármát, szartam bele. Beszart a fiam. Igen. Amúgy tényleg. Ez a mém. Beszart a fiam. Ezt nem bírt eljadni a rendőrségen. Pityu, tényleg, neked van golyóállod, amit adtam. Nem, de elszoktad, azt nem használjátok meg golyóállod, csicska gyerekek. De valószínűleg hát, de... úgy adnak, ha meg nem adnak, akkor meg úgyis lefog. Vegyétek már a cipőt, gecik. De nem játszottad, hogy még elszoptan ezen a szerveren? Ezen automatikusan kapsz fegyvert, mindent kapsz, nem kell adni semmit neked. Nem mondod, tényleg, ne, tényleg, hallod, Peti, akkor kurva Isten faszáért hadarsz, geci, úgy beszélsz. Peti, vedd már a cipőt, geci gyerek. Jó. Köszönjük, Peti. És mit? Valami RP-s ember, bassz meg. Meg DM eventen is, bassz. De jó csukád van, ő... Beszél akkor, mert én kinyomtam a voice chat-ot. Leszünk a kékek? Gyerünk, mi leszünk a kékek? Jó, mondjátok, ha valamit mondanak, mert én kinyomtam. Hova? Kell már csatlakozni, mehet? Aha, csatlakozni kékhez. Kell, Komi. Ops. Jó. 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 Becsatlakoztam. Rendben, rendben. Nincs pénzem, valaki adjon már egy dollárt. Gyere ide, gyere ide. Várj, hova vagy, melyik vagy te? Gyere már ide. Tessék. Mindenkitől kapok, basz meg. Haladjál, Pityu! Pityu, yes, haladjál! Csakakoztam. Haladjál! Na, mi vagyunk a kékek, ezért érzitek meg, jó? Jó, de jó, hát jó. Nem mondod. Azt mi van, ha engem már kék csapat, akkor arra kell nyomni, igaz? Nyomjátok a kékre, igen. Ilyen komoly izé, meleg. Ez egy szarmap. Ott milyen fegyver legyen? Azt mondják? Sziasztok. Vamzer Pitbull csapatot választott. Mindenki. Azt mondják, milyen fegyver kell? Amúgy. Milyen fegyvert kell kiválasztani? Szerintem mindegy. De hol van fegyver? Hát ott a lent, lent alul. De Kuruc, ne beszélj már vele! Kuruc, nyomd meg az M, álljátok, nyomd meg az M, nyomjátok meg az M betűt. Mert és alul van egy célkereszt. Jobbra lent van egy célkereszt. Kattintjatok rá, válszálta ki a fegyvert és a lőszert. A fegyvert és a lőszert is. Melyik milyen fegyver kell? Én KST-t változtam ki. És húzzátok ki a fegyvert. A KST-n. Meg a lőszer kell, Peti? A lőszer, igen, mert... Melyiket vettétek? KST, vagy melyiket? Aha. KST is. Jó, ezt megnyerjük. Ez easy win. Ez a BBB, ez megy bele. Ja. Ez mindegy, vegyétek el a KST-t. Nincs rollozzá egyet, Peti. Mit ütögeted a barátom? Nem szégyelled magad? Ezek már lő. Ledi, az már lő. Még 55 másodperc van az izéből, felkészülésből. És a lőszer nem azt tud fogyni? Hát, ez amúgy humán! Nem, nálam, csak magam. Figyeljetek, na, figyeljetek! Jó, megveszed észre. Elmondok valamit. Mindenki jó, van fegyver, és respawnolni fogtok. De milyen fegyver kell, azt nem mondták? Nem mondták. Mindenki, amit akar hozni. Minden, bárki. Ja jó, hát én kárcézek, geci. Norekkel, geci, úgy letartom őket. Mivel tartod le, te fasztopó? Norek. Anyáddal tartod le. Nagyon Noreket kapsz minden hülye gyerek. Nem, amúgy nem is tudom, hogy hova kell behúzni. Geci. Van úgy a korutat? Kurva nagy rekolja lett, geci, a kárcének. Nincs ilyen rekolja semmi. Na, most elkezd fog kezdeni a játék. Ah, mi támadjuk Y-t.
falazás lehet? Aha, szerintem lehet. Felazzál, kuruc, bemegy a Y-ba. Hát de hogy falazzak, geci, a befutok elé? Át lehet húzni őket a falon. Az nem... Y-t. Akkor én beállok ide, én itt kifalazom őket a gecibe. Hogy ezek most hol vannak? Itt vannak, itt vannak. Ennek. De az egyik az bazd meg izél, alaggol. Várjál, beállok ide, Peti, ne izél. Egy halt. Egy halt. Nagyon szép, Peti. Lőjük már ki őket, gecit ér, Peti. Van előjé, Peti, gecit. Ne gyerjtek belém? Mi ez a? Ne gyere belém! Peti, kárik, Pétek. Egy halt. Egy halt. Kurc, engem lőttél le? Nem, de lőttem egy enemit is, te faszom. Nem, engem lelőtt a csapattársunk, geci. De nem én, kurc, nem én. Téged. Nyertünk? Nem. Bazd meg, futkároztok, geci. Nem nyertünk az éme, bazd meg, lelőtte izé. Bejött hátba. Bejött hátba. De hogy jött be hátba? Viszont riszkonolás van. Geci. Válasz, jó. Multiklélnél járok, multiklélnél járok. Jó. Multiklél. Geci. Geci, majdnem lelőttem a kurucot. Újra éle. Hát te se. Hallod, de engem respawn campeltek, geci. Jó van. Multiklél. Nézem kintet, jönnek. Meghaltam, de egyet lelőttem. Esett. Egy jó, multikill. Marad multikill. Aha, kifalasztom a kutyát. Kint itt kifalasztom nagyon. Hátulról, hátul tartjátok? Mert akkor én itt kint tartom. Egy halt meg én. Én lőttem. Szép. Nem tudom, írja a login, csak figyelem lent. Hallod, lelőttem a faszit és nem halt bele. Jó, jön ki. Peti, menj innen, kifalasztom. Még egy halt. Én tartom ezt a garázssávot. Ó, oh, én haltam garázssávról. Kilőtt. Itt vagyok kint, én futok be, Pityu, én még futok egy halt. Be. Én futok még be. Még egy halt. Csak lenne lőjé. És lelősz. Nem én lőttelek. De valaki lelőtt. Egy halt meg itt hátul. Lesz pont kempeltek. Jó van, hagyjad a gecit. Meghalt még egy. Szeretek repülni. Meghalt még egy. Nem tudom, nekem ez a fegyver annyira. Nem veszi elő a fegyvert. Halt nem veszi elő a fegyvert. Jó, bocs, bocs, de bocs, elővettem a fegyver, bugolt a fegyverem. Bugolt a fegyverem. Bocs. Jó, de nézzétek meg a tabot. Pityu, Y-t tartod? Nem tartja Pityu Y-t. Y-ba vannak, Y-ba vannak. Nem veszi elő a fegyvert, bazd meg. Y. Na, aggódjatok, emiatt? Jó, szerintem haltam, meg ő is halt. De jó. Mi a nem veszi elő a fegyveremet, mi van vele? Nyomjátok meg a tabot. De lőttem egy gyereket, meg ő is lelőtt engem. Nyomjátok meg a tabot. Mindjárt felveszem UBS-re, geci. 17 kill, 24 dead. Geci. Ott vannak izébe ugróba, Peti. Tudom, a tabból haltam. Meg izé, most indítettem az UBS-t. Halt. Nyugi van, intézzük. Vagyis intézem. Geci, nyakon lőttem, nyakon vágod. Én vagyok, lenelőjé. Figyelek rá, nyugi. Gyerünk, szállasi! Nyomjad! Ez még itt valazik! Jövök, én jövök! Figyeljek rá, hadd figyeljek rá! Figyeld hátul! Ja, tartom. Hát baszki, hogy az a spawnolás amúgy egy kicsit fura. Engedjetek ki! Bazd meg! Előtt! Ek! Gyuri, téged is előtt a falszapú. Tudom. Szállasi, falazd már ki! Szép! Hát baszki, hogy lefogják a spawnt. Kettő halt spawn. Nézem itt háttat. Jó, én szóval átvettem az egészet üzébe búrtult. Haltam mellett a Giulio. Itt de van hátul. Hátul vannak? Pityu, akkor ne állj már belém, geci. De kajak. Fogom beugrót. Az egész huma, egész üzét előtered fogom. És hátul vannak, srácok? Ott kell legyenek. Kettő halt. Szép. Ugye a faszomba. Jobb a gamer széket. Szóljatok, hogy bemenjek hátra. Hát csak fogjátok Y-t. Elől halt még egy. Halt. Dupla killem van. Fogjad már Y-t fogd. Az ott meghalt vagy nem? Nem. Beélett egy közétek, Peti. Ó, geci, bocs. Bocs. Nem baj. Még egy halt. Szép. Akkor én visszatartok spawnra. Fogom Y-t.
Jó, most felnézzük meg, mennyire járunk tabnál. Meg kell mutatni a világnak. Állok, a 3 kill az enyém. Szólok, ha lőjük, hátba. Ott van bent. Halt. 23 apként. Jön spawn. Jó, gyűjt le, hogy a második a csapatunkba. Száll a sül előtt. Göci picsi, az nagyon lelőtt engem. Picsi, az se tudja, mi van, de lelő. Jövök. Hát. Telibe kint vagyok. Én jövök be. Halt hátul. Anyát, hallott te kutya, kint van egy. Halt hátul. Én is haltam. Jó, hátból jönnek, Juni. Hátat figyeld. Pityu az meg csak ül Y-ba, geci nem csinál. Remélem, hogy az annyiba jött az elvágtunk. Azt beszpónoltam közéjük. Két ember közébe beszpónoltam. Ja, Juni. Halt egy. Éjjövök be, Pityu, len előj. Halt. Jó, szép. Jó, ez easy win. Easy win, geci. Túl jó, hogy hát baszik. Jobb a gamer székünk. Nézzétek meg a tabot. Oh, bazd meg, geci, kilőtt a faszi úgy, hogy bent falasztam. Szarvod. Na mindegy. Full SK. Hát ez a tesó, nem mondták, hogy nem lehet SK-zni. Szép. Itt van. Lőd már. Peti, helyen. Szóval, hogy mit akarnak? Hát ez ki van, szív van a baszka. Soha ezek nem bírnak velünk. Hogy látszok, én hozom le a csapatot, bazd meg. Milyen te hozod le, haló? Én húzom le. Ja. Dehogy is. Nem, dehogy is. Te vagy a legerősebb láncemünk. Hát még egy. Bazd meg ki, hogy van mögöttem. Én felderítem őket, én meg lelövitek. Lelőtt engem, jön kézéről. Jó, eddig 30 killel intézem az egész csapatjukat. Úristen, kifalasztam. Jaj. De bazd meg, beáll elém. Bocs, tesó. Beszpontoltam közéjük, geci. Ki akartam gurulni, hogy el tud lőni. Hátul vannak sokan, Há jó, geci, csak. Hát hátul. Jó. Ott is egy. Most a show, ki akartam gurulni. Peti, gyere. Nem, én, geci, nem akartalak lőni. Peti, az, geci, az hozzá. Egy spawn. Anyád, hogy? Tök jó ez az airsoft. Hogy haltam meg? Ja, bazd meg, kint álltam, néztem a tabot. Hány killen van? 8 killen van. 9 halálom, 0-8 van. Tehát akartam várni, mi felszedelhetem. 2-6-Y. Nagyon szép. Melyeként érzem. Előre. Itt vagyok, hátul vagyok. Itt van egy balra beugró. Engedj, jó. Engedj, csak engedj. Itt nincs senki. Juni, Y-t fogjátok. Jó, egy halt beugró. Igen, hátba basztak. Átvettem a vezetést itt. Hátba. Jó, Juni. Jó, meg. Én itt falaszgatok magam. Engedtek. Itt van mellettünk, leszpónolt, mellettünk. Kint van egy. Az mi a fasz? Válasz felszerelés célzó vonnal. Ú, van marad a KSC. CMT a kapi. Valaki mondta, CMT a kapi. Engedj. Halt. Kint jönnek? Halt. Halt. Igen, kerülzem a csapatot amúgy. Halt, megint. Nagyon szép. Nézzétek hátat is. Pityu, te amúgy nem akarsz megszólalni valamit? Most 33. Na jó. Jöhát. Egy. Kettő. Egyet lelőttem, másik. Halt, még egy. Jó, fogom bejárni. Anyád. Bocs, nem akartalak előni, inkább visszagurultam. Annak ki nagyon jó a gamer széke, tesó. Gurulás közben lelőtt. Most vagy ez ilyen szín. Ott van Pityu. Hátul. Van egy beugró. Lőd le. Meghaltam. Kettő van beugró, tesó. Ja, de már az egyik ott volt. Közel, másik. Aha. Lelőttem az egyiket, leeskáztam a másik, meg ott élett újra telibe, ahol én lőttem. Igen, ez a bobszakma. De hát legalább vannak. Hány is a izém? A KD-m. Mindjárt mondom, 076-os. Jó a KD-m. Nekem 309-es. Itt van. Geci! Ez most nem állok belétek, inkább kiputok. Ezt mondjuk bevakondoztam magamnak. Halt egy. Hát én is tűztem volna. Mi ez, Pityu? 4, 3, 2, 1. Itt élek újra. Kilőttem. Jó, van ez a nyomó. Nincs bent Killefix meg Bfix. Szerintem az eldölt. Szerintem is mindjárt. Egy halt kint.
Mikor van vége amúgy? Aha, vége. Nyert most. Nyereménye, 10 000. Ja, a kék csapat nyert, Farule Vidi. Ja. Szia, Komi. Szóljatok, ha mond valamit, mert nem tudom. Nem mond. Hát, afkol. Hát, el lettetek rakva. Ez úgy néz ki, mint valami magyar cigány. Lettetek lőve, sziasztok. Mint egy rapper. Olyan a Komi. Benyomom a voice-etet. Ez mondjuk jó téma. Tízes gáztatok ugyanúgy, tízes gáztatok ugyanúgy, tesó. Tízes gáztatok ugyanúgy. Most mi számít? Jó van, ma ne izzony, töröd a homlokodat, ne. Megtörőtem, tesó, megtörőtem. Nagyon, tesó. Nagyon izzadtam, jaj, ne. Nagyon félek, várjál, cicergek. Kurúc, állj le! Meg se szólaltam, geci, ezek kötnek belénk. Melyik csapat nyert? Kék csapat nyert. Kék. Kék csapat álljon jobb oldalra. Kék csapat álljon jobb oldalra. Mert neked jobb oldalra? Kinek jobb? A másik csapat bal oldalra. Hát, ahol neked álltatok, vagy nekünk? Ahol álltatok eddig, akkor úgy mondom. Gyertek ide vissza, gyertek vissza. És melyik volt a kék csapat? Mi voltunk? Mi voltunk? A cipőt vegyétek le. Csak azok ki. Cs, anyád! Ő nem volt velünk, ő nem volt velünk. Ellenkező csapatba volt. Köszi. Akkor add át az 50 000-et, bátyja. Akkor mondjuk nekem. Szerintem nincs itt. Akkor. Ja, ez ennyi volt. Hallod, Jelli kapta 50 000-et, azt majd add át Kominak. Köszönöm. Dankeschön. Dupla V, srácok. Igen. Ja. Le lesz még? Még? Álljatok vissza akkor a helyetekre, aki még játszani fog. Létszíves. Jó, akkor mi még játszunk, mert mi nyertünk. A győztesek fognak játszani a győztesekkel? Nem tudom. Duplázzuk meg a tétet, én azt mondtam. Jó, szerintem is. Az előzőt is kell résztem, ezt is fogom. Köszi, babó. Nem tudom. Én a harmadik voltam, azt tudom, 0.99-es KD-n, azt hiszem. Hát, 3.1-es KD-n volt. Nem, hol, neked 3.9-es. Kárbasznak amúgy ezek a blastosok ugatnak folyamatosan mindenkinek. Négyen jöttek, meg ilyesmi, geci, szóval... 40 killem lett az 70-ből. Nekem mennyi? Falazni is tudni kell, falazni is tudni. De amúgy ezek a blastosok, ezek mire vannak ugatnak egész nap? Juni lett a második, te lett a szerintem pityó harmadik. Nem, a kuruc volt a izvé. Akkor negyedik vagy. A harmadik. Ne szupas, már ilyen szar voltam. Jó, mondjuk volt benne egy pár TK amúgy, egy pár. Na jó van, megesik a legjobbakkal is. Igen, geci, befuttok el, én mondom, hogy geci falazok. Engem nem lőttetek le, csak egyszer az elején a kuruc. Nem, az én voltam, az ugyanúgy. Igen. A Petit is én lőttem le az elején. Úr, szállak az meg. Az első két pontunk oda úgy, mentem, úgy, hogy TK-szt. Igen, de úgy, hogy nem tudtad, úgy, hogy geci, de ez csak egy sima DM, ez sokkal gyorsan respawnolsz, és győzik gyűkold a többieket. De ember, mondom, hogy falazok, azt erre bejöttek elén, tehát annyira így... Nem, már mondtam, hogy intézem. Az anyagiakat pikpak. Én a izét lőttem le, a bazsit. Ja, amikor be akartam bukfencezni, hogy ne találjál. Ja, aztán... be akart bukfencezni, hogy ne lőjem ki a fazit, az pont bele bukfencezett a falazásomba, geci. Egyik palira akkor egy sitonoltam, geci. Geci, igen. Ezek meg itt ugattak, hogy... Hát sírtak, sírtak. Hát én nyomtam egy T+ spawn killt, belefér. Hát de sírtak, hát így sírtak. Hát... Én is lelőttem. Geci, a gyerek utána, meg én daráltam, akkor ne sírjunk. More fél monitorom be van törve, úgy lőttem ki őket. Holnap cigányba lesz a tequila lába. Tabol. Úgy lőttem ki az egyiket, hogy tabolva voltam. Amúgy igen, geci. Hallod, én közben Netflixet néztem, geci, másik monitoromon. De mondom, hogy taboltam, lőttem. De ezek amúgy nagyon szarok voltak. Az a legjobb buli. Fenceztem a pali elé, lőtt volna 6. Gyere majd holnap a cigányba elbe szétszedjük. Ez egy legjobb vagy ki. Most lett felújítva, nagyon komoly lett. Hát mennyi lett? Hát vagy izé duplán vertük őket. Egyedül hát majdnem a 90... több pont volt, mint nekik. Várjál, 91 lett, nekik 51 vagy 54. De amúgy, én amúgy nagyon enemit se láttam, én csak annyit láttam, ami Y-ba volt. Jó, mondjuk én meg végigültem Y-n, szóval... De volt olyan, hogy Junius szűzködött elől, volt olyan, hogy a Peti... Nem, baszki, front emberek vagyunk. Én megnyertem, én szűzködött, nem szűzködött, én megnyertem. Jó, csak akkor így meg a én killjeimet loptad. Jó. Hát nem csak állni kéne egy helyébe, Petiké. Pityú. Aki Pityú. Jó, van, olyan buzi nevetek van.
vagyok. Hello Juni, mondtad, hogy nincs térképed, nekem van egy extra. Még szép, hogy van VIP szoba. Ú, de jó, amúgy kurva jó lett. Nagyon komoly lett szerintem a mappolása. Sárom, elmegyek kaját csinálni. Kéci. Én legközelebb ugyanúgy beülök Ipsomhoz falazok. Live-nak nem tudom, valamelyik részében meg is mutattam. Nem minős, vagy izé nem mennyiségbe, hanem minőségbe számol. Igen, ráraktam a német bazsira a szerver mutat, ne, vagy süketítést ne rakjátok rám, mert Norek-e kurva könnyű letartani. Hallod, de nem, itt nincs recoil, baszd meg! De nem baj. Hát de nekem alapból sincs, Peti. Jó, de geci, ezt ne reklámozzátok, baszd meg. Hát, szerinted a faszért csináltam azt, amit csináltam. Jó, csönd. Várja. Jó. Nem mehetünk még egyet a pirosak ellen? Várjál már, nem. A következőt is intézni fogom. Pityu, nézed a Juni streamét? Hát háttérben meg van nyitva, meg izével lemutolom, Volume Masterrel, azt ennyi. Azért hát pont. Akkor az a kettő, akkor az a kettő nézik, hogy mi vagyunk, Juni, már nekem is. Itt a Tina is. Hát egy RP 1 órás autó, de hát geci, nem tudom, csak farmolom úgy a frontokat, hogy hát ha lesz vele. Kell neked cigányadás. Hát nagyon jó szó. Én is farmolom. Tímen ad mondjuk Cségóba egy skint, vagy valamilyen. Érted, valami ilyesmi, az AVP. Ezért nem adnék. Tudjátok, mit fogok nektek adni? Két balhorgot. Hagyjuk. Ember megső. Múltkor is össze... És a jobbot kérek. Amúgy meg igen. Hát figyelj, kapsz minden irányba. Amúgy... Juni, nem én vagyok olyan dankóros, hogy kiszállok az autóból és megdöglök, mert rám csukodik az ajtó. Hát bazd meg, én arra nem tehetek, hogy egy szar. Miért nem írtál reportot? Hát mert úgy voltam való, hogy a mentős úgy is jön, azt megment, de hát bazd meg, bebagoltam a főd alá. Peti, bassz meg! Mentős legnagyobb fős volt. A Juni az geci. Kiszállt az autóból, rácsukódott az ajt, és megdöglött. De végül elintéztem. Meg meglettek az édi autók is. Csak azt néztem, hogy gázmunki felirat van rajta. Igen? Aminek nem kellhetne rajta lennie. Szóval majd szólok egy textúrázónak is. Szóljátok, ha mondanak valamit, mert kinyomtam a voice chatet, félbasznak ezek a blattosok. Mindjárt jövök egy másodperc. Ott ugattak fémdetektorozás közben is. Ezeket ki fogjuk írtani amúgy. Főbérünk egy másik bandát. Minek? Eddig is aláztuk őket. Hát de nem azért, nem tudom bandásokat mennyire basztathatunk. Esték! Még egyszer, bocsi. Jó. Jó. Mit mondod? Gyertek, piros csapat, mi vagyunk. Kurucs! Most ment el valamit csinálni. Istenem. Valaki hívja fel az anyját, én nem tudok csatlakozni. Capture the flag. Rendben. Ki a fasz akar nekem bemutatkozni? Vagyunk a piros csapat, ti a kékben. Nem fogadom el. Itt a egyik társunk kiafkolt amúgy. Mindjárt jön. Hát, csak kaját csinál gyors. Nekem befagyott. Itt maradt a pofámba ez a szar. Intézi. Ki? Istenem, kurucot nem bírjátok megcsörgetni. Kuruc a kurva anyádik! Gyere, gyorsan! Piros csapat leszünk, gyorsan, merkez. De nem, most már itt izé visszajött, most lépett be. Még egy ember. Nekem bebagolt, more. Ki nem lépett be? Nekem bebagolt, ez a geci, várjatok. Bebagolt, azt mondja. Na, most jó. Most belépett. Capture the flag. Észrevették. Piros csapat leszünk. Piros. És mi vagyunk a... Capture the flag lesz. Ez fasza. Na ez jó map. Na jó? Itt a KSC. Igen. Nem tudom, én nagy kalibert vagyok szerintem. Melyiket hozzá? Hát egy CM-et. CM Community Manager. Nem, cigány mendörgés. Jó, én is. Jaj. Jó, ezt intézzük majd. Hol lesz itt? Ja, hogy izé lesz-e, hogy mi elveszünk majd a zászlójukat, a labdájukat. Igen. Gondolom. Szóval cigánykodni kell. Ja, abban Juni lehozzuk, le kell
7 másodperc, nagyon putkára az utak, hogy legyen semmi. Na. Aha. És hova kell? Ja. Nem kell lopni a labdát, csak ölni őket. Igen, nem. Itt csak lőni kell. Nem, zászlót le kell foglalni. Foglaljátok zászlókat. Zászlót keresitek és foglaljátok. Johnny, gyertek ide foglalni. Nyomom az eljött itt. Lőnek rám. Lőj vissza. Lőnek rám nagyon. Foglaljuk az egyes zászlót. Jó, még az egyes zászlót. Nem, menjétek, védem itt a zászlót. Itt vagyok az egyiknél. Geci, meghaltam, ahogy elkezdtem. Vici volt. Halt egy. Megint voltam, Peti. Hát elfoglaltuk. Ez amúgy hogy lő, geci? Menjünk, meg... szeretünk, vegyük át azt az ászlót. Az a gyerek csak megmozdul, azt meghalod. Egy halt, bal oldal. Ott az ászló. Mehalt még egy a roncsok mögött. Geci meghalt. Egy repülő. Hát de bazd meg, hogy főment a repülőre, hogy szárad neki a gyomra. Zászlót foglaljuk be. Az meg, geci. Még egy halt. Haltam. Szép. Egy halt. Nyomod, Gyuri, foglald a zászlót. Ja, itt vannak, vette mögöttünk. Nem vesz elő a fegyvert, az meg. Egy halt. Mind balra. Kettő halt. Szép. Vakolt bíz, nagyon. Átbelőttek. Átbelőttek. Még egy halt. Gyuri, foglaljad, nyomod. Foglalod? Hát gondolom, az ászló foglalása folyamatban. Azt a kurva, hogy túlva. Ezt az ászlót, amit megszereztünk itt, én tartom. Jó. Fakon, Jocsi, halt. Még egy halt. Nem. Még egy halt. Multi kill, geci. Halt, még egy. Hát az ászló, hát még egy zászló. Jó, hogy egyesével kell zászlót elfoglalni. Még egy halt. Geci, beloptad. Jó, megyek fel, megyek fel a hegyre, ez a zászlói. Én ezt tartom, amit megszereztünk. Jó, halt, még egy. Ezek nagyon vakok. Tényleg, pedig ezek a jociék elvileg, geci. Hát az engem leszopadtak egy pár szó. Eljutom a túloldalt majd szemben. Jó, a fa halt. Bazzag, hátra, hátra. Spawnunkról, spawnunkról. Kicsit körbe lőttem a fejét. Zászlónkat veszik. Ja, a spawnunkról. Mora, még beállítani se tudtam a fasztukok fegyvert ezek miatt. Akkor ezt nem kell mindig. Hát jó, hogy én akartam, váltottam fegyvert, meg kurva szóval. Még egy halt. Egy halt, de én is haltam zászlónál. Foglalom a dombon a zászlót. Itt tudok hátra a miénkhez védeni. Itt lő. Megvédtem a zászlót, van még egy. Az egy halt. Kurva jó. Valaki kilőtt, de ki? Még egy halt. Az hogy a faszomba lőtt? Geci, hallod? Ennyi, így kell megvédeni az azt. Jó, lelőtt. Jó, eddig kettő. Egy halt középen. Kettő nekünk. Go for zászló, ne érdekel, hogy egyet tudod, zászló, ne érdekel. Halt egy. Azt én lehetem, hogy Johnny. Köszi, ezt megmentettem. Ez is halt. Még egy halt. Egynek durrant a feje. Geci, ezek nagyon könnyű ellenségek eddig. De ez a kettő, a zászlóban viszont kettő. Ez jó. Az meghal szerintem, de hullottam én is. Még egy halt. Megtartjuk, az jó. Meghaltam, geci. Baszom. Anyád, első vagyok, kervizlek titeket, 14-es KD-n van, buzikáim. Kurusz, neked mondom. Honnan a faszomból lőttek, mure? Jó van, geci, most nem vagyok. Ja, ez kurva, hogy leszpónol. Az AK. Kaptam az SK-t. Melyik a szar? Az AK. Kaptam az SK-t. Nagyon szar az a CM. Na, nem olyan rossz, el lehet vele játszani. Nem csak lelősz. Ez itt halt, lelőttem. De, hát ez hol mögött vagyok, egy szóz halt a repülő, de meghaltam én is, zászlónk védve. Fönt halt. Szép. Aki foglalta az átlót. Ott. Mögötted van. Egy hátba. Ja. Halt. Látom. Mi lőttem? Oldalban is lesznek. Hátba. Nem tudom ki van. Ez szép volt. Halt. Kettő, bazd meg. Nem tudom még merre van a hátba is, két irány. Lefoglalj. Bazd meg ott sem. Mögötted! Nem hal meg a palig egyszer.
Halt. Zászlót foglaljuk? Hát igen, amúgy azt... Egy fejben nem. Egy fejben megölt, Geci. Hagyd a fejest. Egy halt a repülő mellett, hol előttek a repülőkkel. Foglalom, foglalom, kéket, foglalom, kéket. Még egy halt. Anyád, mit rolled? Foglalják a pirosunkat. Lőd, 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 lőd le! Vagy meg lelőttek. Engem. Ezt spawnoltam elő. Jó. Edd már elő a fegyvert, Geci. Nem veszi elő, bazd meg. Mi a fasz? 20-10 ére, fixed. Ott van, kettesnél, kettesnél. Tudom, nekem sem lesz olyan mindig. Már kifogyott a táram, meghaltam, foglalják az ászlónkat. Itt lesz nálad kurut szerintem. Jó, lelőtt. Szép. Na, nem hal bele a parigét szükségem. Itt van, rajtam. Egy halt mögöttünk. Ja, belebagolt a fába a faszit. Foglalom az ászlójukat. Az ászlónkat megvédtem. Honnan lőtt ki? Menjetek, foglaljátok az ászlónkat, foglaljátok az kék zászlót. Az meg hátba basztak. Pedig foglaltam. Foglalják a pirosunkat, foglalják a pirosat. Igen, csak... Geci. Halt. Én is haltam. Ezek hat irányban. Honnan lőtt? Az egyik a fa tetején, az fa tetején van. Egyet öltem. Nem ott. Bónunkon van még egy. Halt egy a fa tetején. Szép. Foglalják a zászlónkat. Ott a halt, szép. Foglaljátok a kék zászlót, ott van. Jó, visszaszereztük a zászlót. Hallod, én felmegyek én is a fa tetejére a gecibe. Szép. Menjünk kékre. Ott másik fától lőtt. Ezt nem tudom ki midről lasztak ide, ez nagyon szép volt. Hát, basszak. Hát, ami ott közel volt. Ott van egy sem. Ott egy izé roncsoknál, kettő roncsoknál. Jó. Hát. Egyik kapott. Tudni foglald, ne fűzték. Egy halt. Szép. Nagyon szép. Foglaljátok zászlunk, foglaljátok zászlunk. A miénket. Dombhalt. Nem foglalták a miénket. Nem. De még én elfoglaltam az övéiket. De egy-kettő van még mindig. Itt van, itt a kék. Jó, hajtam a zászlónkon, gyorsan foglaljad a kéket túl. Megyek. Meghaltam. Egy másikkal torony. Lőd le. Foglalom. Meghalt. Repülő hajta. Egy-öt-hal hátsó. Mi? Honnan? Lelőttem. Köszi, Peti. Jöhetnétek elvenni a kékhez, mert ha mögém spawnolnak, én most nem fogok. Meghaltam zászlónkat, el foglalják foglalni, egyet megoltam ott. Jó, halt a zászlónk, nem foglalják a zászlónkat. Én foglalom. Jó, vértelek, Kruc. Jó, foglalt. Három a miénk. Megvan, meg. Jó. Ennyi. Védjétek, még két perc. 2-3 rám spawnolt, 3 rám spawnolt. Bazzag, lelőttek hátba szerintem. Meghalt kuruc. A dombot foglalják. A dombra menjetek rá, kurva gyorsan. Ez hol? Egyik meghalt, megvédtem az átlónkat. Jó, én daráltam őket, rám figyeltek, destem. 2-3 dombot. A dombot foglalják. Egyet lelőttem, mert meghaltam. Jó, valaki lelőtte. Esett dombon. Dombala. Egy esett középen. Esett. Láttam. Aha. Belopt. Ó, geci. Megöltek. Bocs, későn értem oda. Nem vagy. Nem, a földön voltam. Egyfel onnan megölt. Lelőttem, hátba lőttek fél, szerintem. Hátba lőtt a kutya. A zászlónkat foglalják hárman. Visszadok, srácok, visszadok. Egy percet megnyerjük. Hátra gyertek. Halt egy. Nagyon kapta. Én is haltam viszont, egy nagyon kapta. Jó, egy befoglalnak, attól még nyerünk. Egy van az egyik. Egy halt. Jó, meghalt. Meghalt még egy. Meghalt még három. Közepe esett, szép. Halt kettő. Aha, egy-kettő lett, nem baj, elfoglalták. De ezt már nyerjük. Megyek, foglalom. Egy-kettő, ezt már
már megnyerjük. Ja, hogy mellett. Hm? Igen. Nyertünk. Sziasztok! Szia, piros csapat nyert! Nagyon szép volt. Piros csapat nyert megint. Csak itt a szoki, hallod? Én nekem bebagolt. Jimmy, gyere ide! De én... Nekem bebagolt, a izé más látok. Jelenlegi játékos látom. Én meg vagyok halva. Jimmy meg van halva, Komi. Én meg őt látom. 437. Én a Petit spekellem most. Én a Vamzer Pitbullt, ezt nem tudom ki. Az én. Mi az ID, Pityu? 437. 437. Köszi. Az engem 418, vagy én is téged spekellek. Aurélt te kaptál? Vagy izé? Hát az nem, mert nem Aurélt. Így se hívtak még. Nem, te! Köszi szépen. Köszi. Kicsoda? Kettőt nyertünk, szia. Kettőt. Várjatok, ott a karakterem, megkapta a pénzt. Nyertünk. Ja, 3-0. Ja, 2-1, meg 3-0 is volt. Nem, volt 3-0, csak beszoktuk. Mondd neki, hogy véletlen volt, nem látok. A Juni véletlenül téged spektától nem lát senkit. Én meg a Petit spekelem. Nagyon resizetek. Na mindegy, akkor nekem már ennyi volt, én már nem jövök vissza. Nekem jó. Mondom, szép volt, jó volt. Hallod, Peti? Szép volt, te is jó volt. 100 000 jött nap végére. Titánom, itt van még, foglald már le, titánt. Vagy vigyél, nem tudsz elvinni, hallod, bilincselj meg, azt vigyél. Jó van, kösz a game-et, srácok. Bárlukó, te sok. Szevasztok, srácok, sziasztok. Yes, ciao, ciao. Peti, na, szevasztok, srácok. Sziasztok. Peti. Na jó, mára végeztünk, srácok, lányok, holnap folytatjuk, egy olyan cigány bájával fogjuk folytatni, hogy beleremeg az egész szerver. A legkomolyabb helyen a teki lába. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok. További szép estét mindenkinek, szevasztok.